Nagy szeretettel köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, edzőasszonyt, a körünkben megjelent intézményvezetőket, illetőleg a hivatalnak a munkatársait, valamint a otthon a tévénézőket. Megállapítom, hogy két fő hiányzik a képviselőtestületből, így az összlétszámunk velem együtt, így 8. A képviselő testület, várjunk az 7, így a testület határozat képes. Mivel alapjában véve a zárt üléssel együtt 20 napirendi pontunk van, én ezt a 20 napirendi pontot most nem szeretném felolvasni, hanem azt kérdezem a képviselő testület tagjairól, hogy a kiküldött napirendi pontokkal egyetértenek-e, amennyiben egyetértek, kérem, hogy kézfeltartással jelezzétek. Köszönöm szépen, akkor egyhangulag 7 igennel elfogadtuk a napirendi pontokat. Az első napirendi pont az a jelentés a két ülés közötti időszakban történt fontosabb eseményekről. A 2021. szeptember 9-én tartottuk legutóbbi soros ülésünket. Közben rendkívüli testületülés volt, azért, ahol hirtelen ennyibe kellett bizonyos dolgokba dönteni. A képviselőtestület ülésén meghozott határozatokat az érintettek részére kiküldtük, rendeleteket kihirdettük a honlapon és a Nemzeti Jogszabálytárban is közzétettük. A Bartók Béla és a Komáromi út kereszteződésében az oszlopnak a kivétele az már jó régen megtörtént, csak itt a kiköpnek a vezetékeivel, meg közvilágítással, meg ilyen problémák voltak, azok most már az útív korrekcián kívül lassan megvalósult minden. A kitűzött versenytárgyalások azok lezajlottak, az értékesítésre vonatkozó versenytárgyalási felhívások Ácsváros honlapján közzétételre téntek, és adásvételi szerződések pedig aláírásra, két nem nagy dologról volt szó, biztos emlékeztek rá, az egyik egy kis parcella kint a homokon, a másik pedig len, az melyik is volt, most írta nekem sem itt eszembe. Postaköz. A Galamb Péter féle, így van. Na most, a Budapesten tárgyalásokat folytattunk a belügyminisztériumban, Ácsváros önkormányzata számára megítélt működőképesség helyreállítását célzó támogatás elszámolásával kapcsolatban, ugye ez a zöld városra, amit kaptunk utólagosan, annak az elszámolásával kapcsolatban kellett felmennünk és ott megbeszélést folytatni. Több alkalommal folytattunk telefonon, illetve személyes egyeztetést a Komárom-Esztergom megyei területfejlesztési Kft. Vezetőjével, dr. Ujász Jánossal az új bölcsődei épületre beadandó pályázattal kapcsolatban. Itt Hanszlik Gábor tervező által készített a bölcsőde tervezett helyszíneként javasolt két ingatlan paramétereit, az előnyöket és hátrányokat kiemelő javaslata a képviselőtestület előkerül most külön napirendi pontként. Az egyeztetés természetesen az intézmény vezetője, a bölcsőde szakmai vezető és a hódolvezető meghívásával is lefolytattuk. 2021. szeptember 15-én került Solt a Megyei Értéktár Bizottság ünnepélyes ülésére, melynek keretein belül a Bagolyvár és az Icsi kastély felvételt nyert a Megyei Értéktárba. A Bagolyvár is, tehát nem maga csak a Bagolyvár, hanem a Bagolyvár a kiállításaival együtt az átadó ünnepségen személy szerint vettem át az elismerést tartalmazó emléklapokat a megyei önkormányzat elnökétől, illetve a országgyűlési képviselőasszonytól. Az életkezdési támogatásnak a ünnepélyes átadására a Covid miatt idáig nem volt lehetőség, de most lehetőség nyílt rá, és egy ilyen kis ünnepség keretében 21 újszülött családja részére adtuk át az 50 ezer forint összegű életkezdési támogatást. A helyi óvodások tartottak egy rövid műsort, a megjelent szülőknek és babáknak. A első lakáshoz jutók támogatása és ezen napon kerültek átadásra, 6 igénylő család vehette át a támogatási összeget. Szeptember 18-án megrendezésre került a
immár második alkalommal úgy mondhatjuk hagyományosan vált bor és gasztroünnep. A évek óta probléma, tehát ezt is a megyei Kft-vel beszéltük, és kint volt a helyszín egy szakértőjük is, évek óta visszatérő probléma az esőzések és az idő kezdetével a vízvezető árkoknak, illetőleg csatornáknak a rossz állapota. Ezeknek a mi feladatunk az volt, hogy a régi rendszereket térképezzük föl. Ez megtörtént, és ezután fog újból kijönni a szakértő és a topos pályázatnak, az új topos pályázatoknak egy része, ugye a csapadékvíz elvezetését szeretnénk megoldani. 21. október 1-től a Komárom rendtérkapitányság élen vezetőváltásra került sor. Én meghívást kaptam mind az állománygyűlésre, mind pedig a Védelmi Bizottság ülésére, ahol a volt rendőrkapitány elbúcsúzott, illetőleg Kis Sándor rendőr alezredes az új kapitányra mutatkozott, és ugyanakkor, mikor az a Védelmi Bizottsági ülés volt, akkor beszélgettem vele, és meg akarja ismerni az egyes önkormányzatokat. Így október 19-én itt volt, és hát egy közös megbeszélést tartottunk, ahol elmondtuk a mi általunk legnagyobb problémának tartott problémákat, kábítószer, italozása utcán, parkban, több más helyeken, illetőleg még több, tehát több problémát is megbeszéltünk. Például a katolikus temetőben is, ugye, meg a többi helyeken is állandóan a virágokat kilopkodták, a katolikus temetőből ott ramazulit is csináltak, megvan a feltételezett tettes, szerencsére névtelen lakos felvételt is csinált róla, ezek a bizonyítékok mind a rendőrségnél vannak. Aztán ugye egy régi téma, az a vaspusztai víz, tehát az, hogy ne kelljen, hogyha ugye vaspuszta, tehát a rendelet szerint az önkormányzat kötelessége naponta ivóvíz minőségű vízzel ellátni a lakosokat. Most az, hogy ez minden nap, tehát nem is minden nap, de egy héten többször egy plusz munkát okoz nekünk. Ebből kifolyólag ugye volt róla szó, hogy megpróbáljuk megoldani ezt a kérdést, és ezért utoljára abban maradtunk, és én beszéltem, ugyanis ott az öntözőrendszert építi ki, és ezért kutakat furat a Csalava László, és beszéltem vele, és ő beleegyezik, hogy az, ami ott a Vaskuszta szélre lesz kút, onnét tudjunk vizet nyerni, és ehhez viszont, hogy itt meg tudjuk ezt az egészet az előírásoknak megfelelően valósítani, itt Tardos András mérnök úrral egyeztetést folytattunk október 20-án ebbe a célba és a műszaki megoldásnak a mikéntjeiről. Ő hozott két olyan, hát nem az ő munkatársai, de ismerősei, akik ebbe tudnak segíteni. Egyelőre az ő árajánlatukra várunk, hogy ezt a engedélyezési eljárást meg tudjuk oldani. Lehetőleg a minél egyszerűbbet szeretnénk választani, hogy az lenne a jó, a gazdasági vízellátásként lehetne megoldani, nem pedig lenne víziközmű ellátásként, mert akkor sokkal bonyolultabb. De egyelőre erre most még, tehát először várjuk az árajánlatot, utána pedig majd a ő általuk végzett munkának az eredményét, hogy tudjuk megoldani. A megnyert parkerdővel kapcsolatban az erdésszel, Boros Attilával szintén megbeszélést tartottunk, ugyanis november vége felé szeretnénk a fa elültetést megvalósítani, és illetőleg utána pedig lenn az egész területnek a bekerítését, és ezzel kapcsolatban tárgyalásokat folytattunk. Most egyelőre ott tartunk, hogy küldjük majd a számunkra az adatokat avval kapcsolatban, hogy miből mennyi kell, meg az mennyibe kerül. Még ezek az adatok nem érkeztek be.
Az önkormányzatnak a célja az, hogy a várost, tehát mindig azt mondják, hogy ez csak egy nagy falu, nem város, tehát a város képét szebbé szeretné tenni mindent, így egy esztétikus, virágos környezetet zöld felületekkel, fákkal akarnánk kialakítani. Ennek keretében felvettem a kapcsolatot Juhász Mártonnal, aki kertépítő. A kapcsolat az onnét adódik, hogy ő szerezte ezt a Gardent, amelyik a mesefának a vizsgálatát végezte el a nyáron, és az alapján adta a szakvéleményt, hogy hogy kell ebbe a zöldváros projektbe a fának a megújítását, illetőleg nem csak a megújítását, hanem a karbantartását véghez vinni. És ezzel kapcsolatban ő készített egy tervdokumentációt, a másik, amivel most megbíztam, az pedig az, mivel a Budahídnak egyetlen egy kertészethez értő szakembere nincsen, ezért annak a felügyeletével eleve már átnézték azokat tehát a fa és cserje listát, ami szerint telepíteni kell, ott megbeszélték, hogy miket kellene ültetni, mert csak a fajok vannak megjelölve ebbe, a fajta az nincs, tehát nem mindegy, hogy olyan helyre, amelyik közel van egy falhoz, oda csak egy gömb, mondjuk juhar telepítünk, vagy pedig egy olyan juhart, ami előbb-utóbb a falat fogja elírni. Tehát ezeket mind megnézi, és kikötésünk a mai, mert máma közben kooperációs tárgyalás is folyt, és a jegyzőkönyvbe bediktáltuk, hogy kikötésünk, hogy ültetni csak úgy lehet, hogy a Juhász Márton felügyelete alatt. A Zöldváros programban a Magyar Telekom, mint látjátok, elbontotta a vezetékeket. Egy oszlop az még benn maradt, mert máskülönben a bükkéknek nem tudták volna biztosítani az internetet, de az is kiváltásra kerül, mert a piköppel megegyeztek, vagy megegyeztünk, hogy a legjobb, hogyha minket ez az egész átalakítás, mint önkormányzatot nem érint. Így onnét a sarki oszlopról betettek a bükkéknek a kertjükbe egy másik oszlopot, és onnét át tudják feszíteni a drótot, így minket ez az egész így szerencsére már nem érint. Úgyhogy majd az is kivételre kerül, de még azt hozzáteszem, hogy a Telekom az új rendszer, tehát biztosítva van mindenkinek az elérhetőség meg az internet, csak még az új rendszert az teljes mértékben nem, tehát nem kötötte be, egy ideglenes megoldás van még egyelőre csak. A műszaki átadás az október 15-én került meghirdetésre, november 15-ig befejezni, úgyhogy ez van ezzel kapcsolatban. Most a Garden Fasor Fenntartó Kft. Munkatársainak felmérése és javaslata alapján a Zöldváros projekt részeként a Budai Kft. Megkezdte a Mesefal rehabilitációját. Gondolom láttatok képeket is, meg itt láttátok hátul is, a száraz ágakat elkölött róla távolítani. A falnak az odvaiba egész komoly élővilág van, madarakból, illetőleg denevérekből, azokra vigyáztak amúgy, és hát ezt a ágát, amelyik ilyen messze kinyúlik, és a közepelé göreges, azt fel kell támasztani. Ott az a támasztórendszert nem találták megfelelőnek, úgyhogy az majd kicserélésre kerül. Aztán a rendezési tervről tartottunk megbeszélést Gyárfás Henriett főépítési asszonnyal a téker módosításáról. Ez még csak egy megbeszélés volt, hogy tulajdonképpen mi fog belőle kialakulni, ezt még nem tudom én sem. A bicikliúttal kapcsolatos dolgot azt meg a rendkívüli ülésen már megszavaztuk, mert ugye építik az Euróvelő 6-ot. A komáromi foglalkoztatási osztálynak úgy vezetője lett, aki felkeresett egy bemutatkozó látogatás céljából október 19-én. Felmérést végeztünk az óvodőközi lakások és Derekfenszonca 25 számát orvosi rendelő, védőnői rendelő és lakások ablakcseréje vonatkozásában. Árajánlat kérés történt még egyelőre, amik még nem érkeztek be, majd ha beérkeznek, akkor
akkor fogunk róla tárgyalni. Ugyanis ugye megállapítottuk, Miki főleg te is, hogy a helyszínén voltál kint, hogy azok ki vannak rohadva jóformán az ablakok. Az államkincstár helyszíni ellenőrzést folytatott október 20-án az Ernőmair út felújításával kapcsolatosan benyújtott pályázatra. Ez abból állt, hogy tulajdonképpen arról győződött meg, hogy még semmit nem kezdtünk el rajta. Egyrésztről, másrésztről pedig 400 méterenként fényképeket csinált, különböző állásokból, és fényképezte a földre a behajtókat, árkot, különböző dolgokat. A pályázatot Rómába jött tulajdonképpen értesítés, hogy befogadták, és formai hibát nem találtak benne. A döntésre még várunk. Október 21-én találkozóra került sor Győrváros polgármesterével, Győr királyi várossá nyilvánításának 750. évfordulója alkalmával vittünk egy ajándékot a Dézsi Csaba polgármester úrnak. Ezt a Balog Attila találta ki, meg tulajdonképpen az ő kapcsolatán köröztül jutottunk el oda. Első célunk az az volt, hogy tényleg ezt az ajándékot, ami egy ácskapocsból, egy 750-es év volt, ami egy ácskapocsra volt főszerkesztve, annak be volt verve egy, hogy hívják be, egy gerendába, amelyikre rá volt így lézerégetéssel írva, hogy Győr királyi város 750. évfordulója. A második pedig lenne tulajdonképpen segítségkérés a ácsi betegek ellátásával kapcsolatban, de ebbe a témába nem tudott segíteni, mert azt mondta, hogy ez az egész dolog nem őzzel tartozik, hanem a kormányhivatalhoz tartozik a Győri Kórház. A Győri Kórház igazgatójától még választ nem kaptam arra az e-mailre, amit körülbelül két hónapja küldtem neki. Azt mondta a Dézsi polgármester úr, hogy szerinte azért nem, mert vagy nincs joga rá nyilatkozni, vagy pedig nem tud mit nyilatkozni. Hát a másik még, ami ugyanitt nincs a pontok között felsorolva, de a Budahíd az a holnapi nap során levonul, elvégzett minden munkát, amit kell. Még szombaton... Elvégzett minden munkát, amit kellett, sőt azon felül még két dolgot csinált. Az egyik az, hogy ami kimaradt a tervből, hogy befejeződik itt az ő kivitelezésük közvetlenül, ahogy a műfáznak a széle van. A másikok meg a másik széléig volt a terve benne, tehát ez a szakasz kimaradt. Erre most hordták az előbb, mikor jöttem, láttam a martaszfaltot, ami kimaradt Patak utcának a patkájába, ugyanis annak a patkáját mart aszfalttal csinálták meg, mert alatta is mart aszfalt volt. Mind a két út így tulajdonképpen teljesen befejeződött, amiket saját beruházásból csináltunk, ugye az Rény, illetőleg a Patak utca. A másik gondunk a beruházással kapcsolatban az, de bízunk benne, hogy talán november 15-ig meg lesz az a szociális blokknak a témája, mert ott alapjában véve még a burkolások vannak hátra, a probléma még, hogy a betonnak ki kell száradni, amit a ajzatbetont csináltak, arra még a fűtésnek, tehát elektromos fűtőhálózatot, hálót kell rátenni, utána lehet majd csak burkolni, szerelvényezések vannak hátra, föstés, kívülű pedig lenne ugye a színezés tulajdonképpen, amit még kapni kell neki. Hogyha minden nap rendesen dolgoznának rajta, mert ugye most egyelőre nagyon nem tudnak dolgozni a beton miatt, de hogyha minden nap dolgoznának rajta, akkor bízunk benne, hogy november 15-ig meg lesz. A Budahíd áll a legrosszabbul, annak most már körülbelül nem is tudom hány napja, nincs itt senki se. Az az úthenger, ami odaté van téve, ez a kézi úthenger, az körülbelül két hét óta ugyanúgy van. A sofőrje meg a géprakodója az itt hagyta a céget, úgyhogy nem tudom mi lesz.
50%-nál tartanak, de ott a probléma, hogy 75%-ot is el kellene számolni, de nem lehet egyszerre 75-öt is, meg 100-at is számolni, november 15-ig 100-at kellene elszámolni, majd meglátjuk, hogy mi lesz ebben a témában. Amit már említettem, az a másik legnagyobb probléma, hogy elvállaltak egy kertépítést, aminek a legnagyobb része az kertépítés, úgy, hogy kertészeti szakemberük nincs, ami saját maguk megmondanak. Úgyhogy itt tartunk. Kérem a tisztelt képviselőtestet, az előterjesztés megtárgyalás után fogadja el a jelentést a két ülés közötti időszakban történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről, valamint a lejárt határidő határozatok végrehajtásáról. Olvasnám a határozati javaslatot, Ácsváros képviselőtestülete a két ülés közötti időszakban történt fontosabb eseményekről, intézkedés. Bocsánat, azt meg elfejtettem kérdezni, valakinek valamilyen kérdése, valamivel kapcsolatban itt ebben parancsolják? Azon az elhangzottakkal kapcsolatban lenne kérdésem, hanem ezen kívül minden szentek lesz hétvégén, a temető utcákat jól lenne egyirányosítani. Úgy lesz. És tájékoztatni erről lakosságot előre, de okay. Legyen fennakadás. A másik, hogy látom hozzák be a vizet Komárom felől, és ott nagyjából megcsinálták a teleprendezést, csak árkot nem alakítottak ki a földet, mert nagyon meredek elrakták föl, tehát egy esőzésnél az összes föld le fog jönni az útra. Úgyhogy azt szerintem kéne nekik jelezni, hogy ez így nem lesz tökéletes. Jó, mert nem tudom, a Deák Ferenc utcai útbeszakadása vagy fordozása. Az ott tart, hogy az rajta van pontosan a, hogy hívják on, és a jövő héten fog a kamerás emberük jönni nekik, megnézni, hogy ottan van-e csőrepedés, vagy nincs. Amint ezt megállapították, hogy a szennyvízben van, vagy nincs csőrepedés, akkor tudunk nekiállni a dolognak. Ez a helyzet. Mert tehát úgy van, hogy ő hozzájuk, és időnként jön csak kamerás, tehát nem úgy van, hogy itt van náluk a kamerás. Pontosan már ma beszéltem ismét velük, hogy mi lesz vele, mert múlt héten azt ígérték, hogy nem biztosra, csak hogy lehet, hogy ezen a héten érkezik a kamerás, de most már biztosan tudják, hogy a jövő héten érkezik. Abba az van, még egyet felejtettem elmondani, hogy elindult a gördülőfejlesztési terv szerint a innét a Gyár utcától a egész a Batthyány utcáig a roppantásos módszerre a KPH-csőnek a befűzése. Most egyelőre ott tartanak, hogy a bekötéseket tárják föl, és akkor utána megcsinálják a repülővezetéket, hogy tudják biztosítani a ivóvizet a lakásokba, és utána a fogacsőnek a behúzása történik. Aztán utána, amikor az beleszúzva, akkor meg mindenhol rákötnek a véglegesre. Jó, még valakinek ebben kapcsolatban, vagy valamivel, akármivel? Akkor, hogyha nincs, akkor tényleg most határozati javaslatot. Ácsváros képviselő testület a két ülés közötti időszakban történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről, valamint a lejárt határidői határozatok végrehajtásáról szóló jelentést az előterjesztés szerint elfogadja. Aki ebben egyetért, azt kérem kézfeltartásra szavazni. Köszönöm, egyhangúan 7 igennel elfogadtuk a két ülés közötti előterjesztést. A következő napi rendi pontunk a Gárdonyi Géza általános iskola beszámolója, ezt a Humán Bizottság tárgyalta. Kérem a Humán Bizottság elnökét, hogy a bizottságnak az álláspontját ismertesse. Az iskola fenntartója által összeállított szempontrendszer szerinti anyagot az iskola vezetésétől a testület megkapta, ezt áttanulmányoztuk, és a Humán Erőforrás Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a beszámolót. Köszönöm, valakinek ebben kapcsolatban megjegyzése, véleménye. Amennyiben nincs, én olvasnám a határozati javaslatot, nem tudom, hogy esetleg a iskola igazgató akar-e valamit hozzáfűzni. Kiegészíteni nem szeretném, a bizottsági ülésen a tegnapi nap folyamán elhangzott, amit a beszámoló végére le is írtunk, hogy bizony humán erőforrás problémával küzdünk felső tagozatos szakos ellátottság tekintetében. Az idei tanévben nyugdíjas pedagógusokkal, illetve túlórával sikerült a feladatot ellátni, viszont ez a jövőben nagy megterhelést jelent a kollégáknak.
mint a nyugdíjasoknak, mint az aktív kollégáknak, úgyhogy folyamatosan pályáztatjuk az állásokat, és azzal a kéréssel fordultam tegnap a képviselőtestülethez, illetve a polgármester úrhoz, hogy amennyiben van rá lehetőség, akkor szolgálati lakásbiztosítását legyenek szívesek rendelkezésünkre bocsájtani. Ezáltal talán több lehetőségünk lesz arra, hogy találjuk a jelző pedagógusainkat. És erre kaptam is ma reggel választ jelzőasszonytól, hogy próbálnak segíteni abban, hogy esetleg így tudjunk a pedagógusokat ide csábítani az intézményre. Valakinek még esetleg? Amennyiben nincs óvaszám a határozati javaslatot, Ács város önkormányzatának képviselő testülete elfogadja az Ácsi Gárdonyi Géza általános iskola 2020-21-es tanévre vonatkozó beszámolóját. Ez 19-20 volt, nem? Szerintem az évszámot rosszul mondtam, nem? Ez nem a 20-21. Ez a 21-nek még nincs vége azért. Most a 21-22. Jó, oké, kicsit megkeveredtem. Akkor a következő napi rendi pontunk az az... Aki egyetért a határozati javaslattal, amit az előbb felolvastam, az kérem, hogy kézfenntartással szavazzon. Köszönöm szépen, 7 igennel egyhangulag elfogadtuk a határozatot. Iskolai körzethatár véleményezése, ez is a Humán Bizottság tárgyalta. Tehát a Tatabányi területi tankerületi központ jogszabályoknak megfelelően megkezdte az iskolai felvételi körzethatár megállapításának az előkészítését. Ehhez ennek a körzethatárnak a megállapításához gyakorlatilag be kell szerezni az illetékes települési önkormányzatnak a véleményét. Gyakorlatilag ezek a körzethatárok már az előző években meghatározásra kerültek, tehát gyakorlatilag a bizottságnak az volt a feladata, hogy bekérve az iskola véleményét és javaslatát, megtárgyalja, hogy módosít a körzethatárokon, vagy változatlanul helybehagyja. Figyelembe véve az iskola véleményét, módosítási javaslattal a testület nem élt, és egyetértett a jelenlegi körzethatároknak megtartásával. A Humán Erőforrás Bizottság megtárgyalt, és ezt is öt igen szavazattal megszavazta helyben hatta. Köszönöm. Ebben kapcsolatban valakinek kérdése, hozzászólása. Amennyiben nincs, akkor én olvasnám a határozati javaslatot. Ácsváros önkormányzat képviselő testülete Ástelepi és közigazgatási területén a 2022-23-as tanévbe kijelölt jelenlegi felvételi körzettel egyetért, aki ebben egyetért, azt kérem, hogy készfeltartásra szavazzon. Köszönöm szépen, 7 igennel elfogadtuk a határozati javaslatot, és akkor Ás Bóbító óvoda beszámolója következne, ezt is a Humán Bizottság tárgyalta, Péter parancsolja. Tehát az iskolához hasonlóan a Bóbita óvoda vezetésének vagy vezetőjének a beszámolóját is megkapta a bizottság. Az anyagot elolvastuk, megtárgyaltuk, és gyakorlatilag a Humán Erőforrás Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta, illetve bocsánat, 4 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadta. Intézményvezetőt kért az szerelmények. Kiegészíteni én sem szeretném a beszámolót. Úgy gondolom, hogy minden olyan fontos dologról írtam a beszámolóba, ami ebben az időszakban velünk történt az óvodában. Amit kiemelnék, hogy kértem a képviselőtestületet, hogy vizsgálja meg az óvoda bővítésének a lehetőségét, mert a gyermekvéd számadatok azt mutatják, hogy erre szükség van, magas csoportlétszámok miatt, meg amiatt, hogy az idei évben már látszott, hogy 22 kisgyereket el kellett, hogy utasítsunk, akik 2,5 évesek voltak, és szeretnénk, hogyha ezek a gyerekek a következő években itt Ácson járatnának majd óvodába, és nem kellene vidékre menniük, úgyhogy kérem önket, hogy
támogassák az óvodát ebben. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Ezzel kapcsolatban valakinek hozzászólása kérdés, amilyen nincs, akkor én olvasnám a határozati javaslatot. Ácsváros önkormányzatának képviselő testülete elfogadja az Ácsi Bóbita óvoda 2020-21-es tanévre vonatkozó beszámolóját. Kérem, aki ebben egyetért, az készfenntartásra szavazza. Köszönöm szépen, hét igennel egy hangulat elfogadta a testület a beszámolót. És akkor most a ÁSZAK SMS módosítása következne, és akkor mindjárt utána annyit változtatnánk rajta, hogy ugyan ő neki az alapító okiratával kapcsolatos változást is megtárgyalánk, mert a Gerencsérné Erzsikének el kellene menni, és akkor ez így ezt indokoltá tenné, meg amúgy is azt mondom, hogy majdnem össze is tartozik a kettő. Jó, akkor ezt is ezt az ügyrendi bizottság tárgyalta, úgyhogy akkor parancsolja. Tehát az előterjesztés szerint az ÁCI Szociális Alapszolgáltatási Központnál egy névcím, illetve egy címváltozás volt, ami miatt módosítani kell az SMS-t, valamint bevezetésre került a gyermekeink védelmében elnevezési információs rendszer, amit tegnap megismertünk, és ennek a beépítése is kötelezővé teszi az SMS módosítást, ezt az ügyrendi bizottság 100%-ban elfogadásra javasolta. A másiknál gyakorlatilag ehhez kapcsolódik, akkor azt is elmondom, mert ugyanilyen okok miatt az alapító okiratba is módosítások kerültek be, az okok hasonlóak, és az ügyrendi bizottság ezt is 100%-ban elfogadta. Valamit kiegészítésként. Köszönöm szépen a lehetőséget. Igazából kiegészíteni nem szeretném, annyit szeretnék elmondani, hogy a gyermekvédelmi információs rendszer került ugye bevezetésre. Ez gyakorlatilag meggyorsítaná a gyermekvédelmi intézkedéseket és az információk áramlását a szakhatóságok, illetve a hatóságok a szakemberek között. Reméljük, hogy ez egyre inkább kiépülté válik, és akkor így valóban ezt a célt fogja szolgálni. Egyelőre többletfeladatokat jelent így a kollégáknak, de bízunk benne, hogy tud digitalizálódni teljes mértékben, és akkor ez megoldásra kerül. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen. Valaki esetleg még hozzászólni, vagy valami? Amennyiben nincs, akkor én olvasnám a határozati javaslatot. Ácsváros önkormányzat képviselő testülete az előterjesztés szerint elfogadja az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ szakmai programját és annak mellékletét képező szervezeti és működési szabályzatot. Aki ebben egyetért, ezt kérem készfeltartáshoz. Köszönöm szépen, hét igennel egyhangulag elfogadtuk, és akkor a másik az pedig az alapító okiratnak, a változtatásainak az elfogadása lenne, aki avval egyetért, ezt kérem, hogy készfeltartásra szavazzon. Köszönöm szépen, ezt is hét igennel elfogadtuk, és akkor a következő, az pedig lenne az Ács bölcsöde döntés előkészítése. Ezt a pénzügyi bizottság tárgyalta, de mivel a pénzügyi bizottság elnöke nincs itt, így megkérem Tóth Károlyt, a pénzügyi bizottság tagját, hogy légy szíves a bizottságnak az álláspontját ismertesse ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Lehetőség nyílik most pályázatra a bölcsöde kialakítása. Ugye van jelenleg egy bölcsödénk, de arra igényt tartan az oda, arra a területre, és ezért szeretnénk, hogyha egy új bölcsöde épület épülne. 100%-os támogatású pályázatról van szó, tehát ezt mindenképpen ki kell használnunk, reméljük, hogy fogunk is rajta nyerni. Egy kérdés merült itt föl az egésszel kapcsolatban, hogy két helyszín közül melyiket válasszuk. Az egyik helyszín a jelenlegi, hogy mondjam, öregek otthona, vagy gondozási központ, tehát ki hogy ismeri, tehát gondozási központ mögötti rész, ami a Rózsa útról lenne megközelíthető. Ugye itt ennek az előnye, hogy helyben lenne a Szociális Alapszolgáltató Központtal, tehát egy területen lennének. A terület a miénké, amin szeretnénk építeni, viszont utat ki kéne alakítani hozzám, ez lenne a hátulütője. Az előnye viszont az, hogy ez a hátsó részen elég csendes lenne a környezet, és a napsütéses a gyerekeknek, tehát a gyerekek szempontjából mindenképpen jó lenne, meg ez egy zsákutca lenne, tehát igazából átmenő forgalom ugyanúgy nem akadályozna, mint az óvodánál. A másik lehetőség a református
templom mögötti részen, a Árpád utca és a Rózsa utcának a kereszteződéséből, ami a régi szociális lakások el lettek bontva, annak a helyén. Itt ez nagyon forgalmas rész, tehát ezért, azért is vetettük el ezt a megoldást. A másik meg az, hogy ezt a területet értékesíteni szeretnénk, ide valószínűleg inkább egy kisebb lakópark, egy tömbház építés lenne célszerű. Úgyhogy a pénzügyi bizottság a Rózsa Ferenc utcai, tehát gyakorlatilag a Szociális Alapszolgáltató Központ mögötti területet javasolta a terület kijelölésre, és 100%-ban tehát egyhangulag támogattuk a elképzelést. Köszönöm szépen. Pályázni fogunk és tudunk nyerni. Én azt hiszem, hogy minden olyan, ami lényeges, azt elmondtad. Valakinek esetleg kérdése vagy hozzászólása ezzel kapcsolatban? Erzsike valamit? Igazából én csak megköszönném ismételten a lehetőséget, hiszen egy intézményvezetőnek mindig nagy öröm az, hogyha tud fejlődni az intézménye, és az különösen nagy örömömre szolgál, hogy a generációk közötti kapcsolat az mindig is szívügyem volt, és így talán még egy lehetőség lesz erre, hogy ezeket a kapcsolatokat felerősítjük, és ez így a tervezésnél már előnybe tud részesülni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen. Akkor én olvasnám a határozati javaslatot. Rácsváros önkormányzatának képviselő testülete elhatározza, hogy új bölcsőde építésére pályázatot kíván benyújtani a bölcsődei nevelés fejlesztése című F-től 1.1.2 2021 számú pályázati felhívásra. A pályázat 100%-os támogatási intenzitású, önrész nem igényel. Az új bölcsőde helyszíneként a Rózsa utca, hát 15. még nem tudom, hogy hány szám lesz, 15. 15 szám alatti önkormányzati ingatlant jelöli meg, felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Aki ebben egyetért, azt kérem készfeltartásra szavazza. Köszönöm szépen, hét igennel elfogadtuk a határozati javaslatot. És akkor a következő, az pedig a média beszámolója lenne, ezt a Humán Bizottság. Az önkormányzat, illetve a bizottság megkapta az Ácsi Hírek, illetve az Ácsi Városi Televíziónak a beszámolóját. Ugye mindkét terület munkája nagyban hozzájárul a település hétköznapainak, ünnepeinek, mindannyiunk számára történő jobb megismerésében, ugye értéket teremt, videóval, írásos formában, ugye a későbbi generációknak is hozzáférhető válik a fordokumentum. A Humán Erőforrás Bizottság mindkét beszámolót átbeszélte, elolvasta, és gyakorlatilag 5 igen és 1 tartózkodás mellett a beszámolókat elfogadta. Köszönöm szépen. Ebben kapcsolatban valakinek valami véleménye, megjegyzése? Az, hogy nem tartózkodás volt, hanem nem szabadott volt. És volt két kérdés, amire... Tehát az egyik az elhangzott, hogy az a kérdés volt, hogy hol történik a nyomtatás, az elhangzott, hogy Debrecenben. A másik pedig, hogy a szerkesztő asszony annyit jelölt meg, hogy Dunántúlon lakik, hogy nem mindegy, hogy Pécsről vagy Tatáról jár ide, hogy szeretnénk tudni pontosan, hogy honnan végzi a munkáját. Hát sokszor van itt, van a Alföldön is itt is, én most, hogy pontosan az újságot onnét szerkeszte rá. Jó, csak hogy ezt írta le, hogy Dunántúlon lakik. Amúgy annyit szeretnék a Debrecenhez hozzáfűzni, hogy az a helyzet, hogy a Győri és a komáromi ajánlatok közül, miért is kértünk be ajánlatot, a debreceni volt a legolcsóbb. Ezért történik ott, és mivel az újság főszerkesztője vállalta, hogy ezt az újságot, amikor jön ide megbeszélésekre, akkor mindig elhozza nekünk, tehát nem kell érte külön elmenni, se postaköltséget nem kell fizetni, ezért tudtunk a Debrecen mellett dönteni. Akkor... Még már egy kicsit, jó, mert most akkor nem tudjuk továbbra se, hogy hol lakik, de végül is úgy látszik mellékes. A másik pedig, ugye én szavaztam nemmel, azért is mondanám, hogy semmi köze semmihez, csupán azt, hogy én nagyon kifogásolom még most is, hogy helyieknek nem adtuk lehetőséget, és ezért volt a nem szavazat semmi másért, és nem Ácsiak csinálják. Ez nem teljesen így van, hogy helyieknek nem volt lehetősége, mert előtte helyiek szerkesztették, de állandó jelleggel késett.
egyrésztről, másrésztről lassan mindenki azt mondta, hogy ő már ezért nem csinálja, a másikon azért nem csinálta. Tehát alapjában véve ez így történt. A másik dolog az, hogy alapjában véve most már ott tartunk, hogy mindent alapjában szakembernek kell csinálni. Nem volt köztük újságíró, találtunk egy újságírót, aki nem csak nekünk, Tatán, Esztergomban, meg mit tudom én hány helyen csinálja ezeket a helyi újságokat. Ezért lett a döntés ő mellette. Nem döntés, hanem végül is ez egy személyi döntésed volt, ezt pontosítsuk, azért mondom. Én nem mondtam, hogy a ti döntésetek volt. Igen, csak ezt pontosítsuk, és én továbbra is azt mondom, hogy ezt Ácsiak meg tudnák csinálni. Ezért volt kizárólag a nem szavazott semmi másért. Jó, most van vele egy szerződésünk, majd hogyha annak vége lesz, akkor lehet róla tárgyalni. Határozatlan idejű, így van. Bármikor felmondható a szerződés szerint. Itt van mellettem a 2021-46. Határozott a polgármester alá is írt, hogy határozott mindő szerződés, és nekem itt címnek Püspök Ladány Szent István út 50 van megadva a szerkesztőasszonynak. Azért is furcsa, most Dunántúlon élek, meg nem élek 300 km-re, meg itt élek. Most itt tudom beszámolni, hogy most is helyetett volna nyugodtan bemutatkozni a képviselőtestetek a városnak, a városi növény köröztől is. Tudott volna bemutatkozni az itt lévőknek, de sajnos ezzel megint nem tette meg, pedig szerintem kíváncsiak lettünk volna rá, mert sajnos olyan, mintha Kalambó feleségét üldöznénk, mert mindig hallunk róla, de nem látjuk. A másik meg, hogy nem jelent meg az újság tavaly. Hát írja a beszámoljában a szerkesztő azt, hogy randomszerűen jelent meg az újság. Hát ha nem adunk hozzá pénzt, akkor persze, hogy randomszerűen fog megjelenni, mert hallgattuk, hogy nincs rá pénz, vírushelyzet, nincs rá pénz, majd márciustól csattintésre 700 ezer, meg nyomdai díjak, meg nem tudom mik. Plusz, akkor nem tudom, biztos káprázik a szemem, mert én Debrecenben jártam, és a önkormányzat kisbusz a két emberre szembe jött velem. Azt hittem, hogy rosszul látom, de aztán később kiderült, hogy mégsem láttam olyan rosszul. Úgyhogy... Egyetlen egyszer történt. Akkor biztos a dolog, amikor nyaralni volt. Akkor jó? Biztos abban jártam ott, úgyhogy ez így nem biztos, hogy jó döntés olyanban, ami igazából szerintem az Ácsiak ügye lenne, egy olyan embert beszélgetni. Ott is az Ácsiak ügye. Befejezem. Olyan dologban, amíg szerintem egy közösségépet építő újság lehetne, ha mindenki kivennek is szeretét belőle. Ha persze nem adunk rá pénzt, akkor lehet ráfogni, hogy ja, mert nem is akarták csinálni. De ha egyszer idáig nem volt pénz, most nem tudom miért lett, de ennek örülök, ha van rá pénz, csak a intézés módja nem nagyon tetszik, hogy én csettintek egyet, és akkor ez lesz, ti meg lenyelitek, és ha mehetek szólni, akkor meg kritizáltok, és semmi nem jó. Tehát ez így nem fog menni. Akkor erre szeretnék válaszolni. A következő a valóság. Lehet ilyen hangzatos szavakat mondani, mint te mondtál, Gyurika, de a valóság a következő. Az a helyzet, hogy ugye a Covid az nem 2020-ban kezdődött, nem 2021-ben, hanem 2020-ban kezdődött. 2020-ban, amikor elkezdődött a Covid és a különböző zárlati intézkedések megtörténtek, senki nem volt olyan, nem Magyarországon, meg nem Ácson, hanem az egész világon, aki meg tudta volna mondani, hogy ez hova fog jutni, és mi lesz az eredmény. Azt se tudtuk, hogy hogy lesz pénzünk, vagy hogy nem lesz pénzünk. Az első és legfontosabb az volt, hogy ami nem szükséges, azokat záróltam, és a másik dolog az, hogy akkor erre nekem törvény adta lehetőségem volt, ugyanis a polgármester akkor teljhatalmat kapott ezekbe a témákban. Ennek ellenére mindenről tájékoztatva voltatok, amit többször megpróbáltátok úgy beállítani, hogy ti semmiről nem tudtok. Ez az egyik dolog. A másik dolog ebben kapcsolatban az, hogy 2020-ban már lehetett látni a költségvetésből, meg minden másból, meg volt már tapasztalatunk, hogy körülbelül mire lehet számítani egy ilyen Covid esetén. És mivel pontosan az emberek azok bezáródtak, meg bezoltak zárva, ebből kifolyólag úgy gondoltam, hogy igenis jó lenne, hogyha lenne valamilyen tájékoztatás arról, hogy annak ellenére, hogy Covid van, az önkormányzat, illetőleg a polgármester végzi meg a hivatal a dolgát, meg mindenki, aki itt van Ácson. Na most erre lett ez a döntésem, hogy őt, akit többen is ajánlottak, mert mondom, hogy több helyen is itt a Dunántúlon dolgozik, ezért választottam őt. Máma ingyen senki nem csinál semmit, még te se dolgozol ingyen a munkahelyeden, tehát ebből kifolyólag ezt meg kell fizetni. Ez az egyik dolog. A másik dolog. Én azt gondolom, hogy ez a beszámoló nem arról kellene, hogy szóljon meg a vita, hogy mostan hol él az újságíró, mert ez olyan lényegtelen kérdés, hanem arról kellene szólni, hogy mi van a tartalmában. Megfelel-e a tartalma, nem felel meg.
Amúgy minden Ácsinak lehetősége van arra, hogy ebbe az újságba írhasson, vagy az újság riport alanya legyen. Ha megnézitek, hatalmas merítése van pontosan az Ácsi emberekből, mert egy csomó olyan visszatérő cikk van benne, csak mondjuk egy-kettőt akarok mondani, Ácsról elszármazottak, a fakanál, meg mit tudom, micsoda, valószínű nem is olvassátok az újságot. Abban kezdődött az újságban a képviselők bemutatkozása, hogy a Karcsi mutatkozott be. Utána volt a Szilvi, mindenki lehetőséget kapott rá, hogy bemutatkozzon. Volt, aki azt mondta, hogy ő nem hajlandó benne bemutatkozni a képviselő tagjai közül, de a legtöbben mindenki hajlandó volt rá. Ezen kívül bárki bármit ír, intézményvezetők, bárhonnan, mindenkinek nagyon jó a kapcsolata az újsággal. Hogyha bárki, aki innét Ácsó elszármazott, és olyan, aki, mit tudom én, a Korinek professzor úr, ősztanár úr, vagy a többiek beszélget az ember, mindenki azt mondja, hogy egy jó lapja van Ácsnak. Akkor nem tudom, hogy mi a probléma vele. Én azt gondolom, az a probléma vele, hogy a legnagyobb probléma vele, hogy nincs, tehát hogyan mondjam, nincs akkora ráhatástok, mint idáig volt. Ez a legnagyobb probléma. De hogyha hajlandók vagytok beleírni, akármit írtok bele, azt mindig visszaküldi, hogy át tudjátok olvasni, és utána, ha egyetértetek vele, akkor fogja megjelentetni. Akkor nem tudom, mi a probléma. Kire van ráhatásunk, ezt mindig nem értem. Mit? Kire van ráhatásunk, kire volt idáig? Kire igen. Hát, régi újságszerkesztőkre, vagy mit tudom én kire, mert ismertétek őket. Marha egyszerű, ezért mondom. Most komolyan mondja ráhatás volt, hogy én megy Gyulára. Ne játsz meg a hülyét, Gyurika. Ennyit tudok mondani. Ezt a hülyés kifejezés. Jó, hogy... bocsánatot kérek, ebbe igazad van, ez kár volt mondanom, de jó. Hát, hogy én nem egyeztettem egyszer sem Németh Gyulával, milyen nyelvőző újságban remélhetett. De nem csak maga, még én is megérkeztek le. Soha nem volt ilyen, mint csak feltételezése. Megmértettem, hogy nem is voltam Gyulával olyan viszonyban. Én nekem meg ez a föltételezés. Hát akkor rossz föltételezés szerintem a polgármester, a másik meg, ha nekem más a véleményem az újságról, mint például, most én is olvatnák, hogy miért nem jelent meg egy cikk, amit leadtak. Én tudom, hogy miért nem jelent meg, el tudom mondani. Na. El tudom mondani, hogy miért nem jelent meg. Azért, mert te küldte egy SMS-t, amit be tudunk bármikor bizonyítani, hogy nem egyező bele, hogy megjelenjen a cikk. Mert összetéveszted a dátumokat. Egészen más az újságnak a zárása, meg egészen más az, hogy mikor jelenik meg. A kettő között van egy szerkesztési időszak, amikor összeszerkeszti az újságíró a cikkeket, meg a többieket, meg tördelik, meg erőszasorlót csinálnak, és utána visszaküldi átolvasásra. Te fölkaptad a vizet, erre írtál egyet, hogy mivel nem küldték el neked átolvasásra, ezért nem egyező bele a megjelenésbe, meg fölháborodtál azon, hogy az Anitától kért az újságíró asszony egy e-mail címet, mert ő látott egy olyan e-mail címet, amit vállalati e-mail címnek gondolt, és azt gondolta, hogy nem a vállalati e-mail címre kellene ezt küldeni, hanem hát, ha van egy másik e-mail címet, megkérdezte az Anitától. Ezen a két dolgon voltál fölháborodva, ez volt a probléma. Most meg utoljára azt mondtad, hogy mégis megengedett, hogy megjelenne a cikk, csak az a baj, az már későn érkezett ez az SMS, mert közben a Csukalacival megtörtént a bemutatkozó cikk, mint ahogy veled, és a következőben fog a tiédé megjelenni. Ennyi az egész. Hát nem erre gondoltam, hanem én például arra gondoltam, hogy májfállításos jelent meg, megrecelkezve a cikk elküldve, az se jelent meg, de belehetünk ebbe a vitába. Nekem megvan, hogy én elküldtem neki az e-mail címemet, és nem azt mondta, hogy rossz, hanem nincs meg. Tehát nekem itt megvan, tehát kitehetjük, ezen felesleges vitázni, nekem is megvan. De én egyébként a májfa döntésre gondoltam. Ott volt, Tamás, te is ott voltál, kimentünk, fényképeket csináltunk, óvodásokként voltak szerepelni, egy betű nem lehet. Le lett adva a cikk, és semmi. Még egyet tudsz mondani? Keresetek, ha gondolod. Keresse. Jó. Tehát most értik, hogy polgármester, mi a helyzet. Tehát én nem értem, hogy mi a helyzet, ez hát a probléma. Ez elég nagy baj, mert ha a helyek is mindenkinek megjelennek is maga dolga, amit beleteszi, akkor lehet, hogy jobb lenne az újság. Lehet, hogy nem tudom. De mindenki beleteszi, Gyurika, olvasd az újságot, azt meglátod. Jó, befejezem. Akkor ha én úgy gondolom, akkor jobban működne. És ha úgy kezdte volna a polgármester, hogy ez van, és keressünk egy szerkesztőt, és pályázatot írunk ki, még megint más a helyzet. De az, hogy lett volt a torkunkon, és nekünk ezt mosolygni kellem, és én ezt nem mosolygok, hát elnézést kérek, van más véleményed. Már ne haragudjon. Jó. Minden más, megszavaztam, fölteszem a kezem, ha egy dolgom most 19-ből azt mennem mondani, hogy nem, akkor ön rám támad,
minősít, ahogy minősít, mert nekem más a véleményem, attól még tisztem az ön véleményét, de nekem is lehet más véleményem. Nyugodtan, ezt nem mondom, én csak az, ami nem úgy van, azt próbáltam elmondani, hát hogy nem. Ez nem így van. Nem tudom, mi nem úgy van, de vitázhatunk ezen, mert veszekedni nem fog senki ilyen dolgok véget, de az intézés boldogsebb volt fel szerintem, ahogy előadtuk ezt az egészet, hogy márpedig ő lesz is, nekem az a döntésen, ti meg kész, ennyi. Tehát majd meglátjuk, hogy fogadjuk a beszámolját, nekem mindegy. Köszönöm, ennyi. Oké. Okay. Ezzel kapcsolatosan én is csak azért azt tapasztaljuk, hogy a településen elég megosztó ez a, akár az újság, akár a szerkesztés, ugye elég sok hiba is volt benne. Ez tényleg azért annak betudható, hogy azért ez a hölgy másokkal is dolgoztat, ugye már van alá, tehát riportere is, aki, tehát nem ő egyenesbe csinál riportokat mindenkivel, hanem segítik is őt, és ugye azért még sincsenek ők helyileg úgy itt, azok a sokféle írások azok ebből adódnak, hogy nem tudják. Sok nem volt neki. Jó, akkor jó, voltak elírások. Én is azt gondolom egyébként, hogy sőt, az se szerencsés szerintem, hogy egy újságba kelljen ott vitázni, esetleg az, hogy mondjuk a képviselő így vagy úgy milyen megnyilvánulásai vannak. Szerintem ez nem az újságra kellett volna, hogy tartozzon. Mire gondolsz, ez konkrétan mondod? Hát úgy, hogyha Gyurika feltett a Facebookra egy gyönyörű videót, amire valahogy csak válaszolni kell. De nyilván... Arra volt a válasz, kiteszem, hogy történt. Kiteszem a bizonyítékot. Jó, csak az, hogy a másik része, ugye, hogy csak ugyan, ha már ő meg lett bízva. Azért azt gondolom, az lett volna illendőség, hogy én is eljön, és akkor bemutatkozom, mert tényleg nem tudjuk, hogy ki. Hát, de most mi kéne? Jó, fogunk szerkeszteni egy olyan dolgot, amikor bemutatkozik. Az, hogy Ácson nem lett volna rá lehetőség, aki írjon, ezt nem tudom így megítélni. Mert hogy egy újságírót Ácson, mert a Tomi csinálta addig, ameddig lehet. Nem tudok. De ő mint képviselő nem nekem is van újságíró. Értem, nem tudok. Azt mondom, hogy lehetőség igazándiból nem volt rá, hogy esetleg találtuk volna. Te látod, a képviselőtársunknak például kiabáltva lehet, tehát azért nem jelent meg. Tehát most ez komolyan olyan dolgok, amit ezt szerintem... Ezt azért be is kellett tudni bizonyítani. Polgármester mondhat esetleg. Mikor? Mit de most én nem így értettem. Hát, hogy azért nem jelent meg, mert kiabáltál vele is. Nem ezt mondtál tényleg is. Nem, hogy nem adtál riportot. Igen, és hogy... És hogy milyen hangnemben, ja. Ugye ketten hallottuk azt a beszélgetést, nyilván azért itt nem egy hangnemről volt szó, és a másik egyetlen árva szóval nem mondtam, hogy nem adok riportot, csak azt kértem, hogy gondolja meg, hogy idejön, és nem úgy készít riportot, hogy elküldi e-mailbe a kérdéseket, én meg e-mailbe megírom a választ rá. Ez volt az egyetlen ütközési pontunk. Igen, de ennek is volt egy indoka, az, hogy amikor elkezdődött az újság, akkor nem lehetett személyes riportokat csinálni. Ez már utána volt, amikor engem megkeresett. Várjunk. Akkor már utána volt. Elkezdődött, és abba egyeztünk meg, hogy mindenki egyforma lehetőségeket kap. Tehát, hogyha lement már három, aki csak így lehetett vele riportot csinálni, akkor mindenkivel egyformán így legyen riport csinálni. Hát én nem hiszem, hogy bármelyiküket zavarta volna, hogyha valaki lenne személyes. Én nem tudom, én speciál sokkal, én az, hogyha megküldik a kérdéseket, és van időm rajta gondolkodni, és úgy tudok válaszolni, nem pedig kapásból, én ezt nem tartom szerencsétlenül. Az interjú műfaja az, hogy beszélgetés, és abból van egy cikk mondjuk. Az Ácsigirek meg ha nem újságíró csinálja, vagy szerkeszti, volt rá precedens, mert az utolsó szám, ami nem jelenhetett meg anyagi okok miatt, az már nagyon jó újság lett volna. Tehát megvan benne az amatőrség, ez nyilvánvaló, de egy helyi lap mégsem a New York Times, tehát nyilvánvaló, ez ezzel együtt szerethető, és ezzel együtt kell megcsinálni, és nagyon jól felfejlődhet egy ilyen lap is. Nem is kerestünk rá, az volt, nekem például az, nem tudom a Gyurinak, mi nekem az a probléma, hogy nem is kerestünk rá, hogy hát ha van olyan Ácsi, akiben van affinitás, így megcsinálja. Lettek volna ilyenek, nyilván ezek után már nehéz lenne találni, de lettek volna. Annyit szeretnék mondani, hogy az ősztanár úrt hívtam el, itt ült elné az asztalnál, meg ide hívtuk mindazokat, akik Ácson újsággal foglalkoznak, és a végén elfogyott mindenki, és ott se ígérte meg, hogy valamit, hogy ő mindig megcsinálja azt, amit rábíznak.
Ez a probléma. Tehát ez nem mit? Én vittem haza. Tudom, te is itt voltál. Így van, persze. És mi lett a vége? Hát most nem akarok összeget mondani, minket feladtak a pedagógus Lácsi polgároknak. Nyilván az is közé játszott az összeg, de lehetett volna ezt tovább csinálni, de én ezt elfogadom akkor... külső csinálni, nincs ezzel baj, a módjában van gondom. Kettő. Meg azzal van még gondom, hogy ha hibázik az újságíró, mindenki hibázik. Ez nem is kérdés, én is hibázok, te is mindenki hibázik. De akkor bocsánat, ennyi. Nem megtámadok. Tehát tök normális kritikát írtam neki, azonnal rám támad. Tehát könyörgöm. Én választott képviselő vagyok. Megkerestek témában. Ha valami nem tetszik, elmondom. De az újságban is nem mondta, hogy elnézést kérünk, hibáztunk, helyigazítunk. Nincs ezzel gond, lehet hibázni. Nem. Nem. Szó nincs erő, erőből lenyomja, megpróbál engem lejáratni, megjelenik az újságban másik, nincs ezzel gond, csak nem így kellene. És akkor nem lenne ilyen vita. Meg ugye a bizottság ülésen felvetődött, hogy nincs elég aktivitás, hogy az Ácsiak írjanak cikkeket. Azért a tapasztalatból, ami, mit tudom én, volt ilyesmi néha közön vagy valamikor, itt a főszerkesztő szabja meg az irányt, és ő keres témát, embert, és ki lehet alakítani egy gárdát. Na most nyilván ő neki nehéz ilyet. Tehát ez a főszerkesztőnek a munkája, hogy ez az ötlet, és akkor szól. Mind ahogy nekem is szólt, ez még egyszer még a Tamás. Ez nem így van. Na de egy helyi amatőr lapnál ez nagyon jól működik. De itt is jól működik. Az a baj, hogy elmentek az intézményvezetők. Mindegyik saját maga, amit meg akar jelentetni, elküldi. A műfház elküldi. A többiek mind elküldik. Az egyházak elküldik. Az égvilágon mindenki. Minden cikk Ácsról szól. Hát jól néznék ki, ha nem. Hát ez természetes. Na de Ácsiak írják. Tegnap te mondtad, hogy, illetve az Attila mondta, hát együtt voltunk. Igen, az Attila igen. Mondta, hogy nincs elég aktivitás, ahogy írjanak. Hát persze, hogy az intézmények beszámolnak, ez természetes, akár havont, akár történik valami, ez a minimum. De az Attila mondta, hogy nincs aktivitás, hogy az Ácsi emberek írjanak az újságba. Hát ez a főszerkesztői feladat. Hogy megkeresse, kialakítsa minél több embert. Az Attila az nem erre mondta, hanem arra mondta, hogy amikor ő szerkesztette az újságot, és arról az beszélt, hogy milyen nehéz dolga volt neki. De ezt mondja, hogy azóta is fönnáll ez, hogy... Még ideig minden hónapban megjelent időben az újság, és megfelelő tartalommal, és nem kellett hiány miatt, tehát tartalom hiány miatt, mondjuk lecsökkenteni az oldalszámát, mindig az a baj, hogy nem fér bele az összes. Mit keresek, Kacs? Csak úgy néztem, hoztam egy-két újságot, de már hoztam Ácsi újságot, meg hoztam egy alföldi kis településnek az újságját, mert amikor meglátták ezt, alföldiek néztek, hogy hát ez mi, és elhozták a saját újságukat. Ami igaz, hogy nem színes a közepe, hanem fekete-fehér, mint ahogy nálunk volt régen, viszont sokkal színesebb, tehát kisebb cikkek vannak benne, amit hamarabb neki kell olvasni az ember. Ugyanis akiket említettek, megkérdeztétek, hogy milyen az újságnak a minőség, a Korini professzor, az ősztanár úr, én tisztelen becsülöm őket, nekem az ősztanár úr az egyik kedvenc tanárom volt, tehát én nagyon szerettem őket, és elismerem az ő tudását. Ők nyugdíjasok ráérnek elolvasni az egész újságot, ott van a kezükben, megvan egy nap, el van töltve. Ez az újság, amit most fogok a kezembe, ami nem Ácsi, itt apró cikkek vannak a családi napról, anyakönyvi hírek, hagyományőrző nap, falunapnak a programja, búcsú a tanító nénitől, elengedték a nagy csoportosok kezét, pici apró cikkek, amit szívesen elolvasgat az ember. És ami nagyon jó dolog, anyakönyvi hírek. Benne vannak a született gyerekek, benne vannak a házasságkötések. Egy település életében, ezek nagyon jó dolgok, nagyon fontosak. Ilyenek kellnek bele. Sajnos olyan nagy cikkek vannak ezekben, hogy mondom, aki ráér, van ideje, el tudja olvasni. De sokszor én is úgy vagyok, hogy hazamegyek, fáradtan ránézek, annak is hát meg kell a cikknek olvasni. Tehát igazából ez az egyik dolga az újságban. Nem kell minden oldalnak színesnek lenni, olcsóbban meg lehet oldani, olcsóban megcsinálták a Komáromban is. Régen is voltak itt rá emberek, akik nagyon szívesen csinálták. Ha egy főszerkesztő helyben ezt összefogja és felkéri az embereket, esetleg egy kis tiszteletdíjat is ad nekik, mert volt idő, amikor ingyen csinálták, legtöbb időben ingyen csinálták az újságírást, és ugye látjuk, hogy ekkora pénz van rá, mekkorát most adunk itt a vidéki hölgynek,
ebből nagyon komoly gárdát össze lehetne helybe állítani. És nem hiszem el, hogy egy ilyen újságnak feltétlen kell újságíró végzettségű embernek lenni, mert ezt a kis települési újságot is a polgármesteri hivatal dolgozói munkaidőben szerkesztik és hozzák létre. Hiába nevez Tamás. Ezek a tények. Értem, de azért nem menjünk el a... Jó, hogy messzire hoztam. Értünk, nem menjünk el amellett, hogy azért itt Pistogó újságról beszélünk, tehát egy újságnak van egy főszerkesztője. Nem olyan egyszerű egy újságot megszerkeszteni, mint ahogy úgy sokan gondolják, meg egy cikket meg én is olyan egyszerű. Lehet az Ácsiaknak, mindenkinek van, bárkinek van lehetősége, bárki küldhet be cikket, bármi témája van, az biztos, hogy meg fog jelenni az újságban. Szerintem ezzel nincsen probléma. A másik, hogy azért amellett nem menjünk el, ez egy beszámoló, tehát oké, hívjuk el a főszerkesztőasszonyt, mutatkozzon be. Nem tudom, hogy miért nem tudott itt lenni, el kell jönni. De azért nem menjünk el amellett, hogy az újság mind tartalmilag, mind hüllemileg azért egy minőséget képvisel. Nagyon sok újdonság van benne, nagyon sok újítás van benne, és lehet, hogy más emberekkel beszélgetünk, de én csak jót hallottam az újságról. Valószínűleg más emberekkel. Igen, ez elképzelhető. Persze lehet a hangulatot ellen hangolni, amit bőven megtesztek. De hát úgy látszik, a képviselőtestület egy részén, ez a dolga. Ez nem hangulás, ez most egyáltalán, most itt elmondja, én soha nem írtam Facebookra, meg ilyenre, itt elmondja az ember a véleményét, nem csak itt mondod, hogy adod az véleményét. Na mégis hol? Még a másik, hogy akik mondjuk szeretnének az újságba cikket írni, azok most miért nem írnak, miért nem jelentkeznek, miért nem aktívak, miért csak akkor lennének aktívak. Az, hogy a közvetlenség hiányzik belőle, az a távolságtartás, hogy... Én most egy olvasó levelet küldök a 24 órában, az meg fog jelenni 24 órában. Igen, talán csak nem érted, akkor az a közvetlenség, amit esetleg... mondjuk te személyed bevonza azokat a írni vágyókat, vagy valami, annak a megszólna most, hogyha nem találkozol te konkrétan közvetlen az újságíróval, szerkesztővel, azért az egy távolságtartás mégis. Ezért mondtam a 24 órát, hogy ha te most írsz a 24 órát, vagy cikket bármilyen, de ugyanaz. Tamás. Szerintem úgyse tudjuk meggyőzni egymást, egyet tudok még gyakorlatból mondani, hogy most körülbelül mióta a Covid elkezdődött és vége is van, itt újságíró még nálam egy sem volt, pedig egy csomó cikk megjelenik Ácsról, mert mindegyik vagy telefonon, vagy e-mailen írja a cikket. Tehát megváltozott az újságírás. Ilyen minden bizonnyal, de akkor az a közvetlenség azért az mégis szerintem hiányzik, vagy vélhetően ezekből az oldalakból. De tényleg, akik, valaki így nyilvánul meg, valaki úgy nyilvánul meg az újsággal kapcsolatosan, ez tényleg egy nehéz, de az, hogy nem mutatkozott be, és akkor senki nem tudott településen, tényleg senki sem látta, tényleg majdnem azt lehet mondani, hogy egy fantomról van szó, hát tényleg eljöhetne azért, nem? Ezt elvárhatjuk, azt gondolom. Oké. Okay. Mondtam, hogy ha ennyire akarjátok látni, nem akartuk látni, azt gondoltuk, hogy az én rendben mutatkozni a településnek, meg a képviselőtestületnek maximum. Jó. Mindegy is. Oké, okay. Valakinek még valami ezzel kapcsolatban van-e? Te a testület, vagy a bizottságnak a véleményét? Tehát gyakorlatilag ugye megtárgyalt a bizottság, és 5 igen és 1 nem szavazattal fogadta a beszámolókat, a médiák beszámolóit. Úgy van. Akkor én olvasnám a határozati javaslatot. Külön a két médiát, vagy egybe volt? Külön. Igen. Csak az egyik most. Ácsváros önkormányzatának képviselő testülete elfogadja az Ácsi Hírek szerkesztőségének 2020-21 évekre vonatkozó beszámolóját. Aki egyetért, az kérem készfeltartásra szavazzon. Az 3. Aki tartózkodik, aki nem tartózkodás 1, aki nem mer, az is 3. Büntetlen. Nem fogadtuk el. Jó, akkor jön a következő. Azt mindjárt olvasom azt is. Azt mondja, hogy... Ácsváros önkormányzatának képviselő... Azt olvasom. Ácsváros önkormányzatának képviselő testülete elfogadja az Ácsi Városi Televízió szerkesztőségének 2020-21 évekre vonatkozó beszámolóját. Aki ezzel egyetért, ezt kérem készfeltartásra szavazzon. Köszönöm szépen, 7 igennel, 1 hangolag elfogadtuk. Akkor azt mondja, hogy a következő,
SMS módosítás a Településfejlesztési Bizottsági Tagsággal kapcsolatban, ügyrendi bizottság tárgyalta. Fikneri Csölle Andrea 21. szeptember 7. napján bejutotta a lemondását a Településfejlesztési Bizottságból, és az előterjesztés alapján úgy azt tárgyaltuk meg, hogy jelölésre kerüljön új tag a helyére, és az ügyrendi bizottság megtárgyalása alapján nem kell új tagot jelölni, ezért viszont SMS-t kell módosítani, és ezt jóvá hagyta a bizottság. Köszönöm. Azt mondjuk, hogy itt van kettő is. Az egyik Ácsváros önkormányzatának képviselő testülete az előterjesztés szerint elfogadja Ácsváros önkormányzat képviselő testületének valamennyi számú per 2021 önkormányzati rendeletét, Ácsváros önkormányzat képviselő testületi szervei szervezet és működés szabályzatáról szóló 27 per 2019 10/24 önkormányzati rendelet módosítását. Aki ebben egyetért, az kérem kézfeltartással szavazzon. Köszönöm szépen, 7 igennel egyhangulag elfogadtuk, és akkor a határozati javaslat az Ácsváros önkormányzatának képviselő testülete 2019 és 24 közötti önkormányzati ciklus állandó bizottságai számát és összetételét meghatározó határozat módosítását az alábbiak szerint. Elnök, tehát a Településfejlesztési Bizottságról van szó, elnök Tóth Károly Péter képviselő, Hálódné János Júlia képviselő, Nagy Miklós képviselő, Nagy Sándorné képviselő, Féregi Péter képviselő, Sijje Tamás külső tag, Tóth Ilona külső tag és Laj János külső tag, aki ebben egyetért, kérem készfenntartásra szavazó. Köszönöm szépen, 7 igennel egyhangulag elfogadtuk. Most a 2021 évi költségvetési rendelet módosítása, én ezt a pénzügyi és az ügyrendi bizottság feladata, Karcsi parancsolja. Ugye az önkormányzatok költségvetés alapján gazdálkodnak, mindenféle kifizetésre előirányzat kell, és amikor nincs előirányzat, akkor előirányzat módosításban a költségvetést hozzá kell igazítani, ezért van szükség erre, hogy hát ez megtörténjen. Ugye az 1-3 hónapban volt egy külön előirányzat módosítás, utána meg havonta 4., 5., 6. hónapban. Mindegyik havi változás itt van előttünk elég komoly táblázatokban összeszedve. A lényeg az, hogy így a idei évre tervezett költségvetési kiadás és bevételi oldala 1.683.492.305 forintban került meghatározásra. Hát elég sok mindent átbeszéltünk róla, szerintem felesleges minden átmenni. A pénzügyi bizottság egyhangulag elfogadásra javasolt az előirányzat módosítását. Köszönöm szépen, mondom valamit. Valakinek kérdése vagy hozzászólása van? Ugye elmennek a kompányok. Másik is Jó, tehát akkor kérdése vagy hozzászólása van valakinek? Ha nincs, akkor én olvasnám a határozati javaslatot. Ácsváros önkormányzat képviselő testülete elfogadja az önkormányzat a költségvetésről szóló 2/2021-2/16 számú önkormányzati rendelet módosítását. Aki ebben egyetért, kérem készfeltartásra szavazni. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadta, 7 igennel a képviselőtestület a módosítást. A Ácsváros önkormányzat 2021 fél éves pénzügyi beszámolója, az ügyrendi bizottságot kihagytuk a létszívesben. Ők is megtárgyalták és 100%-ban elfogadásra javasolták. Oké, köszönöm szépen, hát ennyi még hozzá. Tehát Ácsváros önkormányzat 2021 évi fél éves pénzügyi beszámoló, pénzügyi bizottság tárgyalta, parancsolja. Megtárgyaltuk. Gyakorlatilag az előírás módosítást tartalmaz ez is, és a Magyar Államkincstár felére kellett adni az előirányzat módosítást, és gyakorlatilag ezt kell elfogadnunk.
Ugye itt láthatjuk igazából a eredeti előre irányzatot, a módosításokat, a teljesítéseket. Ugye fél évre látjuk, hát a legtöbb kiadásunk az hál' Istennek 50% alatt van, tehát nagyjából tudjuk tartani, úgy látom a előirányzott költségvetéseket. Annyit szeretnék esetleg kérdezni, hogy az iparűzésedő és a súlyadóval azzal hogy állunk, vagy azt elvédelni kapjuk. Visszatérünk. Hogy a súlyadó az semmi, tehát az igazából ugye az teljes mértékben átkerült az államhoz, tehát abból nem kapunk semmit. Az iparűzési adónál ugye két variáció van. Az egyik ugye akik fizetik, a másik a kapatások, akinek ugye a kormány lehetőséget adott a 50% fizetésére. Itt az államkincstár mindig figyeli a bevételeinket, mert minden hónapban ugye nekünk el kell küldeni, milyen bevételeink vannak kiktől, és ők kompenzáltak minket már egyszer, egy összegben, amit majd most fognak még egyszer igazából kompenzálni nekünk, tehát az állam visszajuttatja azt az összeget nekünk, amit nem kell nekik ide fizetni a hatásoknak tulajdonképpen. A bevételeink jól alakultak igazából, tehát azt lehet mondani, hogy hál' Istennek a iparűzési adóbevétele nem ütközött ki eddig még amitől nagyon féltünk, hogy maga ez a pandémiás helyzet rossz lesz, hát nem tudom. Tehát ugye maga az iparűzési adó mindig nagyon változékony, hogy alakulnak, csőben ennek változik. Szó volt róla, hogyha a gépjárvű adó, első gépjárvű adóra kapunk valami kompenzációt. Ez várható? Hát jelen pillanatban én a 2021-22-es költségvetési tervezeteket nézegettem, kormány szinten még nincs róla szó, szerintem... Akkor nem is lesz szó. Szerintem nem, de hát ugye jós nem vagyok igazából, de jelen pillanatban nem. A TÖOSZ, tehát maga a szakszervezet, az próbálkozik. Tehát ő próbál harcolni azért, hogy visszakapják az önkormányzatok ezeket a bevételeket, hogy hát ennek mi lesz, amíg ezt nem tudom. De jelen pillanatban nincs. Látom szolgálatási adót is, és van fizetni. Igen. Amit eddig nem kellett fizetni. Fizettük a szolgálatási adót, igen, más volt a számítási metódus, tehát körülbelül olyan 15-20 millióval kevesebbet kellett fizetni. Tehát a számítási módnak a megváltozásával ez megemelkedett. Gyakorlatilag a befizetés módja is változott, mert eddig nem tósították, és eleve készen sem kaptuk az állami bevételekből, az állami finanszírozásokból rögtön levonták ezt az összeget. Most befizetésre került, tehát mondják az állami támogatásokat is be kell fizetni. Tehát így egy kicsikért talán kézzelfogható, tehát jobban látszik, hogy igen, ezt mi fizetjük. Mm-hmm. Tehát ez ennyiből talán egy picivel jobb. De igen, ennek az összege is. Igen, megemelkedett ennek az összege is. Igen, sajnos. Köszönöm. Miért szeretnék kérdezni, hogy ugye nem csak Magyarországon, hogy egész világon a infláció rettenetesen elindul. Meg ugye lesz itt azért minimálbér módosítás is. Ugye ezzel számolunk a következő évi költségvetésnél, hogy ez milyen hatással fog ránk? Biztos, hogy kell vele számolni, de még nem indítottuk November végére kértem be az intézményektől a költségvetést. A minimálbérrel ott már számolnunk kell, vagyis hát én úgy gondolom, hogy számolunk azzal, amit emelést adnak. Gyakorlatilag a garantált bérminimumot nem akarják emelni. Minimálbéren nem mondom, hogy nincs dolgozók, mert vannak, de azért a garantált bérminimum, inkább a garantált bérminimum voltak az emberek. Nem sok ugye a különbség. De ha azt most nem emelik meg, akkor gyakorlatilag nekem kiadásilag, vagyis hát nem nekünk, hanem az önkormányzatnak, akkor a emelkedést ez nem fog jelenteni. Amitől én inkább személy szerint, vagyis hát így önkormányzati szinten félnék, az nyersanyag, a gázár, az hatással lesz egyébként, tehát nem lakossági besorolásban vannak az... Nem. Igen, tehát nem lakossági besorolásban vagyunk, és ezért nem tudom, hogy ez milyen mértékben fog minket érinteni. Tehát ez november végén, december elején, tehát akkor
akkor tudunk igazából foglalkozni ezekkel a dolgokkal. Hát én úgy gondolom, hogy gondot fog okozni, mert ez mindenben lecsapódik, a gyermekétkeztetéstől kezdve a papírárak. Tehát elég sok... Igen, tehát ezekkel minden számolni kell, nem vagyok túl derülátó a költségvetésnek a kialakításával, de nagyon remélem, hogy ezt a szintet, amit most elértünk, mert azért azt mondom, hogy ez egy nagyon jó állapot, hogy nincsen úgy adósságunk, minden szépen tudunk fizetni. Ha ezt tudjuk tartani, akkor én úgy mondom, hogy az önkormányzat jelen pillanatban jól áll, hát elértek élnünk. De nagyon nagy fejlesztésekre, önerős beruházásokra, ezért nagyon fontos, hogy a pályázat van, azt meg kell ragadni, nincsen. Sőt, hogyha azt mondom, hogy egy nagyobb 10-25%-os önerővel rendelkező pályázatnál, azok a 40-50 milliók, ami igazából azt mondom, hogy nem annyira nagy tétel, de az is nagyon nagy tétel, tehát ott nagyon meg kell gondolni, hogy mibe vágunk bele. Jó, de csak a súlyadó mennyi elmen? Hát igen. 30. Az a második része csak. Igen, ez már a 60%-ot elveszített, igen. Már 40 még ezen felül ment. De nincs még olyan gond, hogy nem lehet finanszírozni az intézményeket. Azért mondom, hogy most azt mondom, hogy jól állunk, tehát most nem állunk olyan szinten, hogy minden nap azon kell gondolkodni, hogy miből fizetünk béreket meg. Én azt gondolom, hogy az önkormányzat jól teljesít. Egy kérdésem van, István, amit ugye még a lakatos bémáik vettek meg ezt a költséget, abban van valamiről lépés? Lejjedre szembe. Van azzal esetleg előre lépés? Annyi előre lépés van, hogy most tudunk majd benne valamit csinálni, minden a rendezési tervnek a jogerőre emelkedése körülött hozzá. Az utat ki kell térképen is alakítani. Itt egyetlen egy problémánk van, hogy a Barta Józsiéké az a vége rész, ők nem akarnak lemondani arról a részről, ami amúgy is út. Tehát az út is az övéké lehet, nem magyarul? Hát az mindegyik a földhöz tartozik. Ja. De csak akkor ott van, aki alakult. Az a telekkönyv, tehát most a telekkönyvi állapotokat mondom én. Tehát a mindenkié, de a többiek beleegyeznek. De az a problémánk, hogy muszáj megcsinálni, mert máskülönben, hogy mi a közepit megvettük, vannak olyan részek, amik nem közelíthetők meg. És csak akkor engedik meg nekünk azt, hogy ne közös tulajdonban legyünk, hanem ne tudjuk választani a sajátunkat, és egyedi tulajdonosok leszünk, hogyha a földek megközelíthetők valahonnét. Hiába van a túlsó felén is egy ócska út, de mivel ez beékelődik így középre, azért ezen a felén levő részt azt nem tudja másolni megközelíteni, csak erről az útról. Ez az első, hogy ezt meg kell csinálni, és hogyha le tudjuk választani, akkor csökkenni fog az aranykorona értéke is a földnek, és akkor lehet, hogy valamit majd úgy tudunk kezdeni, de még erről még nem tudok nyilatkozni pontosan. Mit mondtok? Hát lehet, de még ezt még nem tudjuk. De bízunk benne, hogy valamit lehet vele majd kezdeni. De marra lassan sikerül valamit is elérni, mert addig, amíg a rendezési terv nem volt meg, addig, és nem nyílt új erőre, addig nem tudunk, tehát addig hiába a földmérése, meg a telekönyvése tudtuk volna intézni a dolgot. Most az első az utat körül, de most egyelőre az lett kitalálva, hogy lesz belőle Zsák utca, mert akkor már minden föld megközelíthető, mert a Szélsőtérre van olyan, amelyik hogy hívják ott közelít, tehát a főútra, vagyis hogyan mondjam, a Banai útra megy ki. Ez van. De amíg annyit szeretnék mondani, az alapjába véve ez a beszámoló azt mutatja, hogy a fél évben mit csináltunk, tehát mit teljesítettünk a költségvetésből. És erre az jó, a Karcsi mondta, hogy alapjába véve mindenhol 50% alatt vagyunk, tehát ilyen szempontból nem rugaszkodtunk el a valóságtól, tehát a második fél évre is megmaradt az az összeg, ami kell ahhoz, hogy működni tudjunk. Egyedül egy van, amit már úgy hívják, is említettem bizottsági ülésen, ti megnézitek,
a karbantartás a 100%, és a karbantartásnál a nagy pénzt azt a villany hálózatnak a rendbetétele vitte el, ugyanis ugye annak idején megcsináltattuk a Fickner Tamással érintésvédelmet a önkormányzat tulajdonában lévő épületeknél, és nem volt olyan épület, amelyiknek jó lett volna ez a dolga, ebből kifolyólag. Ugye az egy dolog, hogy megcsináltatjuk a érintésvédelmet, de mindenhol rendbe is kell tenni ahhoz, hogy az megfeleljen az előírásoknak, és hát mindent még nem tudtunk megcsináltatni, mert akkor elmentünk volna nagyon a pénzzel, de az anyagok olyan mértékben emelkedtek, hogy az egyszerűen nem kifejezés. Úgyhogy ami nagyon sürgős volt, azok kész vannak. Ugye abban az időben arra is utaltunk, hogy azt hiszem, hogy kint a pénzásási csarnokban vannak olyan reflektorok, azok nem lettek kicserélve, ugye? De lettek kicserélve. Lettek? Lettek. Mert ugye ott is most az energiárakról beszélgetünk, ahogy elszálltak, hogy lehet, hogy az költségesebb, viszont lehet, hogy egy-két éven belül azok viszont meghozzák az árát annak a fejlesztésnek. Lett kicserélve. Műfázatban egy csomó kilett energiatakarékosra cserére. Valakinek még a 21 éves beszámoló, fél éves beszámolóval kapcsolatban kérdése, hozzászólása. Amennyiben nincs, akkor én olvasnám a határozati javaslatot. Ácsváros önkormányzatának képviselő testülete az előterjesztés szerint 1.128.086 akkor inkább úgy egyfolytában mondom, tehát 1.128.086.298 forint bevételi, és 714.639.439 forint kiadási főösszeggel elfogadja Ácsváros önkormányzat fél éves beszámolóját. Aki ebben egyetért, az kérem készültartásra szavazni. Köszönöm szépen, hét igennel elfogadtuk a 2021-es fél éves pénzügyi beszámolót. A következő az a Bartók Béla Művelődési Ház alapító okiratának a változtatása lesz. Ezt az ügyrendi bizottság tárgyalta. A Bartók Béla Művelődési Ház alapító okirába bekerültek különböző funkciók új tevékenységgel kapcsolatban, ilyen például a könyvkiadás és a lapkiadási feladat, ami alkalmassá teszi az Ácsi Hírek kiadására is. Ezért kellett módosítani az alapító okirakat, amit az ügyrendi bizottság egyhangulag elfogadott. Oké. Valakinek ebben kapcsolatban kérdése, kérdése. A könyvkiadást is mondtad, mert most írtam máshova figyeltem. Jó, köszönöm szépen. Hogyha nincs kérdés vagy hozzászólás, akkor én részemről olvasnám a határozati javaslatot. Ácsváros képviselő testület az előterjesztés szerint elfogadja az Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház könyvtáros város és sportcsarnok módosító okiratát. Aki ebben egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm, hét igennel elfogadtuk. Ácsváros képviselő testülete az előterjesztés szerint elfogadja az Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház könyvtáros város és sportcsarnok egységes szerkezetű alapító okirat. Alapító okiratát, aki ebben egyetért, kérem, hogy kézfeltartásra szavazzon. Köszönöm szépen, hét igennel egyhangulat elfogadtuk. Akkor a ászakén már megvolt. A másik a Művelődési Ház igazgatói pályázat döntés, ebbe Humán Bizottság tárgyalta a dolgot, kérem szépen. Ez egy július 12-én a képviselő testület ülésén határozat született, miszerint pályázati felhívás kiírására kerül sor az Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház könyvtár és városi sportcsarnok intézményvezetői munkakörének betöltésére. A pályázat beadásának a határideje ez év szeptember 30-a volt. Eddig az időpontig intézményvezetői munkakörrel pályázat nem érkezett. Így a jelenleg is megbízott vezető, Balga Attila programszervező vezetői megbízatása október 31-én lejárt, ezért számára szükséges újabb megbízást adni. Ezzel kapcsolatban döntött a Humán Erőforrás Bizottság, és 6 igen szavazattal meghosszabbította Balga Attila megbízatását. Oké, köszönöm szépen. Valakinek ebben kapcsolatban kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nincs, akkor én olvasnám a határozati javaslatot. Ács Város Önkormányzat képviselő testülete megbízza Balog Attila programszervezőt, az Ácsi Kartokbéla Művelődési Ház könyvtár és Városi Sportcsarnok szervezeti és működési szabályzatában foglalt helyettesítési rend alapján az Ácsi Kartokbéla Művelődési Ház könyvtár és Városi Sportcsarnok intézmény vezetői feladatainak ellátásával. A vezetői megbízatás határozott időre 2021. november 1-től 2026. október 31-ig szól, munkabére 369.250 forint per hó. Aki ebben egyetért, azt kérem készfeltartásra szavazni. Köszönöm szépen, akkor te szavaztál, Gyuri. Oké, köszi, akkor 7 igennel egyhangulag megszavaztuk a Bartók-Béla Művelődési Ház vezetőjét Balog Attila személyében. Az önkormányzat és az EDV ZRT közötti megállapodása Leier vezetékű ügyrendi bizottság tárgyalta? Igen, Leier Kft. Ugye a telephelyét ellátó ivóvíz vezetéket hozott létre, 284 méter hosszú vezetéket, és jelen törvények értelmében ez csak állami vagy önkormányzati tulajdonban állhat, ezért átadásra került a településnek, a település pedig megbízza, illetve szerződést köt az Édővízzel ennek a vagyonelemnek a működtetésére, illetve üzemeltetésére. Ez 100%-ban törvényi kötelezettség amúgy is elfogadta a bizottság. Köszönöm. Gondolom, hogy ezzel kapcsolatban kérdés, hogy hozzászólás nincs, mert valahogy mondta a képviselő azt, hogy ez törvényi kötelesség. Tehát akkor olvasnám a határozati javaslatot. Ács Város képviselő testülete megbízza az Észak-Dunántúli Vízmúl ZRT-t a 284,42 folyóméter DN110 KP evővízi vezeték, valamint a hozzátartozó rendszerelemek, DN per ID100 kitörés biztos földfeletti tűzcsap elzáróval, üzemeltetésével, valamint ezzel egyidejűleg kéri a bérleti üzemeltetési szerződés egyes számú megrendelésének ki egészítését a fenti vagyonelemmel. Aki ebben egyetért, azt kérem, hogy készfeltartásra szavazzon. Köszönöm szépen, 7 igennel megszavaztuk. A SB tagoknak a megválasztása szintén az ügyrendi bizottság. Igen, tehát a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása is törvényi kötelezettség. A választási törvény értelmében mi kaptunk egy ajánlat névsort, akik szavazatszámláló bizottságban lettek ajánlva, többé-kevésbé már nem először. Ezt a névsort végignézte az ügyrendi bizottság, és 100%-ban elfogadásra javasolja a testületnek. Valaki ezzel kapcsolatban, akkor nincs, akkor kérem a képviselő testület tagjait, akik ezzel egyetértenek, hogy a bizottság tagjai a leírt személyek legyenek, akkor azt kérem, hogy készfeltartással szavazzunk. Köszönöm szépen, 7 igennel egyhangulag elfogadtuk a SSB tagoknak a népsorát. A belső ellenőrzés 2022-es programja ügyrendi bizottság tárgyalta. Szintén törvényi előírás, 2020-ra egy kötelező vizsgálati tervet kell elfogadni, az előterjesztésben ez szerepelt, ami megfelel a törvénynek, ezért az ügyrendi bizottságot 100%-ban elfogadásra javasolja. Köszönöm. Valakinek valami kérdése, hozzászólása, mert nincs, akkor olvasnám a határozati javaslatot. Ács Város Önkormányzat képviselő testülete a 2022-es belső ellenőrzési tervet az alábbiak szerint adja jóvá. Az önkormányzat és a hivatal belső szabályozottságának, a belső kontrollrendszer kialakításának ellenőrzése, ez 8 nap, az Ácsi Szociális Alapszolgatási Központ gazdálkodásának, belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése 11 nap, a gyermekegészségügyi feladatok szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzése 6 nap, és utó ellenőrzés 5 ellenőrzési nap, aki ebben egyetért, az kész fenntartásra kérem, hogy szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadtuk, 7 igennel a belső ellenőrzés tervét. Helyi védettség, ezt a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta, parancsolja. A település képvédelméről szóló önkormányzati rendeletnek a tervezett módosítását
hoz kellene egy szándéknyilatkozat. Ez azt teszi szükségessé, hogy a főút 94 számú ingatlant a képviselőtársunk Kérdi Péter megvásárolta, és egy, vagy pontosan elmondja jó, hogy mit szeretne ott csinálni, egy néprajzi gyűjteményt gyakorlatilag, tehát egy helyi kiállítást, egy kis múzeumot szeretne létrehozni, és ahhoz, hogy ehhez pályázni tudjon, helyi védettség alá kell helyezni ezt a épületet, és ehhez kell a település képarcolati kézikönyvet megváltoztatni. Ehhez a fő építész asszony ígéretét adta, hogy ezt meg fogja csinálni. A költségeket a Héregi vállalja, tehát igazából anyagi költsége ennek nincs, csak egy hozzájárulás kell a testület részéről, hogy ezt végre tudjuk hajtani. Szeretném a többit elmondanát. Csapatok, a lényegi részt elmondtad. Tehát helyi védettség alá kell helyezni ezt az épületet, hogy indulni tudjak pályázatba, ami jó esély van, hogy jövője a kiírásra kerül, és gyakorlatilag ennek a folyamatnak ezébe be kell fejeződnie, tehát csak olyan ingatlannal lehet indulni ezen a pályázaton, aminek a helyi védelme az ebbe az évben befejeződik, tehát december 31-ével helyi védetté nyilvánul maga az épület. Igazából ez jó, ezt tegnap is elmondtuk, de hogy a lakosság is hallja, azért szeretném elmondani, hogy azért nagyon örülünk neki, hogy hát van egy ember, aki ezt felvállalja, hogy összegyűjti a szüleim, nagyszüleim által használt eszközöket, és ezt le tudja mutatni egy helyi néprajzi múzeumban. Ez a mi számunkra is érdekes, az utódaink számára meg főleg érdekes lesz, mert még ezek, találkoztunk egy csomó eszközzel, de a mi gyerekeink már sajnos nem. És tényleg nagyon jó lenne, hogy ezt meg tudnánk őrizni nekik, és ezért kívánunk kitartást és erőt, hogy ezt meg tud valósítani. És így a Település Fejlesztési Bizottság 100%-ban egyhangulat támogatta ezt a elképzelést, és kérjük, hogy akkor a helyi védelem alá helyezzük ezt az épületet. Oké. Valakinek van kérdése, amennyiben nincs, akkor olvasnám határozati javaslatot. Ács-Város önkormányzatának képviselő testülete az Ács 1230/1 helyrezi számon található ingatlan, Ács utca 94 szám alatti épület, egyedi helyi védelem alá helyezése érdekében a településkép védelméről szóló 15/2018-28 önkormányzati rendelet módosításához a polgármester a település tervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes település rendezési sajátos jogi szóló 19/2021-7/15 kormányrendelet szerint eljárás lefolytatja az Ács 1230/1 helyrajzi számú ingatlan egyedi helyi védetté nyilvánítását támogatja. Helyi védelemmel helyezés alátámasztása a szükséges értékvizsgálat költségeit az épület tulajdonosa köteles vállalni. Aki ezzel egyetért, azt kérem, hogy készpályázatra szavazzon. Köszönöm, hogy igennel egyhangúan elfogadtuk. A következő az a kutyaiskola folytatása Ácson, ezt a Településfejlesztési Bizottság tárgyaltak rá, kérlek, hogy... Tavaly jött létre Ácson egy kutyaiskola. Kruzslicz Anita egyéni vállalkozó, okleveles kiképző vezeti ezt az iskolát. Tavaly október 1-től van szerződése az önkormányzatnak a hölgyel, és most ugye lejárt az a szerződés, úgyhogy meg kellene hosszabbítani. Ez a kutyaiskola a Fáji utcai játszótér helyén van, vagy jól előttünk volna, hogy a játszótér lett volna. Én két dolgot kértem már akkor is, amikor a tavaly októberben, és hát még előtte beszéltünk erről, hogy nyilatkoztassuk le az ott lakókat, hogy szeretnék, hogy hát hogy hozzájárnak ehhez a tevékenységhez. Egy levelet kaptak, de igazából visszajelzés akkor nem érkezett. Most viszont jelezték, írásban jelezték az önkormányzat felé, hogy elég zavaró a szombat délelőttönként a rettenetes kutyogatás. Nem csak kiképzett kutyákkal van probléma, hanem a környékbeli kutyák ilyenkor eléggé azért hangosak tudnak lenni, és zavarja őket. A másik, ami nekem akkor sem tetszett, meg most sem tetszett, hogy az egyetlen olyan tevékenység, mert csak a felettem, ez így, egyetlen tevékenység, amihez
ingyen adunk területet, mert amikor az embereknek a, nem kutyákról beszélünk, hanem emberekről, bármiféle egészségnevelő programot akarnak végrehajtani, mindenhol teremléletet kell fizetni. Igaz, hogy ez nem terem, de adunk egy területet, aminek 5 millió forintba került a bekerítése. Annak idején az önkormányzat nyírja a füvet körbe, tehát önkormányzat teszi rendbe, és azért, hogyha ebben egyszer tényleg játszóteret szeretnénk csinálni a gyerekek részére, akkor talajcserét kell végrehajtanunk, mert azért a kutyák után nem lehet játszóteret csak így simán építeni. Tehát azért ezt nem mondjuk, hogy nekünk ez költségmentes. És így, hogy se költségtérítés nincsen benne, és amíg a lakók nem járulnak hozzá, én személy szerint ezt nem támogatom. A bizottság 4 igennel és 1 tartózkodással elfogadta. Köszönöm. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy akkor, mikor ezt annak idején a kutyaiskolának ez a terület meg lett szavazva, akkor is mondtuk, hogy ez csak egy átmeneti állapot, mert majd egy új helyet keresünk ennek, amikor ez a parkerdő kialakítása kerül, ott a túlsó felén, az Árpád utca felé próbálunk neki egy belekerített, mert ugye a feltételenek, hogy le legyen egy lekerített helyet keresni. Ez az egyik dolog, amit szeretnék megjegyezni, a másik pedig az, hogy körbenéztünk itt a környékből, kutyaiskola működik, Bábolnán, Komáromban almásfüzítő, az önkormányzat sehol se kér a kutyaiskolának a területéért pénzt, és az önkormányzat tartja rendbe. Úgyhogy ezért lett ingyen és bérmentve a terület biztosítva nekik annak idején. És úgy gondolom, hogy ha mi most ezért pénzt kérünk, akkor csak azok az ácsi emberek járnak rosszul, akik a kutyájukat ki akarják képeztetni, mert akkor az ő, tehát ők fogják megfizetni ennek az árát, hogy egy területetnek a bérleti díját, mert a vállalkozó az azért csinálja ezt az egészet, hogy valami nyeresége azért legyen rajta, mert ingyen nem dolgozik senki se. Tehát itt ennek ez a hátulütője. Én meg úgy gondolom olyan szempontból, hogy az, hogy vannak, akik igenis szabályszerűen akarják tartani a kutyát, mert egyrészt ez is benne van, hogy nem csak a kutyát idomítják, hanem a gazdáját is megtanítják rá, hogy hogyan kell egy állattal bánni, hogy kell tartani, meg stb. Ez a állattartási kultúrát csak növeli. Egyrésztről, másrésztről pedig ezen kívül vállalják, és már az óvodában meg is történt ez a dolog, hogy az óvodába, iskolába tartanak ilyen előadásokat, ahol magukkal visznek kutyákat is, ahol elmagyarázzák a gyerekeknek a megfelelő szintjükön, hogy ha van nekik kutyájuk, akkor abban hogy kell bánni, milyen módon kell tartani, és ezeket a dolgokat csinálják. Tehát egy ilyen fokú bizonyos ellentételezés ebben kapcsolatban van. A másik dolog teljesen mindegy, hogy hova teszik a kutyaiskolát. Mindig lesz olyan, akinek nem tetszik, hogy ott van egy kutyaiskola. Ez egy szombat délelőtről van szó, amikor szerintem szombat délelőtt nem nagyon pihen senki se. Tehát olyan rettentő módon nem zavarja az embereket ez a kutyaiskola. De mondom, hogy átmenetileg van ott. Én nekem küldtek egy levelet, mint polgármesternek, amiben én megválaszoltam azt, amire a Karcsi említést tett, hogy még annak idején a volt közterületfelügyelőnk minden egyes postaládába, akik szomszédosak vagy a környéken nének, tehát tovább, mint aki szomszédos, betettek egy levelet, meg volt benne, hogy mennyi ideig jelezzék, ha valami kifogások van a kutyaiskolában. Senki nem jelezett egy büdös szót se, akkor így ebből kifolyólag az önkormányzat annak idején azt megtette, hogy értesítette őket és kérte a véleményüket. Nem jelzett senki sem. A levél most is megvan a másolata, amit elküldtünk. Most még egyszer elküldtük nekik, hogy ezt a levelet küldtük ki. Én ettől többet ebbe a témába szerintem nem tudok mondani. Én azt gondolom, hogy a kutyaiskolára szükség van. A többség, a kutyatartó ezt akarja, és előbb-utóbb el fogjuk költöztetni itt a kutyaiskolát. Ezzel kapcsolatosan mind a két érv egyébként azt mondom, hogy jó, viszont azért tényleg azt is kellene tudni, hogy ez most
ténylegesen, hogy ott játszó tényleg, mekkora különbség lesz, hogyha ott tényleg ki kell cserélni azért a... Mit? Tehát ott a talajt ki kell cserélni ahhoz. Szerintem nem kell kicserélni, nem kell a talaj cserélni. Ez kutyafutató helyi gyerek játszó, tehát azért az... Még út is készít oda. Vagy? Még út is készít oda. Tehát nem lesz neki olyan költség, amit esetleg, mert tényleg az is, hogy itt tényleg úgy van, hogy mindenki fizet mindenért, azt hiszem lehet, hogy rosszul tudom, de hogy jellemzően nektek azért mindenki fizet itt, nem? Hírséget beszélünk? Nem, az árszámadási rendeletben van egy olyan táblánk, hogy a közvetett támogatások, nem tudom, hogy mennyire emlékeztek rá, vannak közvetett támogatásaink, ami azt gondolom, hogy lehet, hogy ez is talán ebbe tartozik, tehát ez így nem, de például a tűzoltóság, tudom, hogy nem lehet összehasonlítani persze a tevékenységeket, a tűzoltóság épülete, az idősek klubjának a helybiztosítása, a bakancsos kluboknak a helybiztosítása, akkor tehát olyan támogatások, ugye, ami igazából nekünk pénzbe kerül, annak idején a zeneiskolának a támogatása, ugye a helybiztosítása igazából, tehát ezek egy közvetett támogatások, amit ki is kell külön mutatni igazából a rendeletünkben. Úgy gondolom, hogy talán ez is egy ilyenfajta támogatásnak minősül. Igen, csak ilyen szempontból bármelyik tömegsportot lehet támogatni, tehát a jogától, a zumbákeresztől, a spártanosokig, a TRX-ig, ahol az embereknek az egészségéről van szó, itt a kutyáknak a képzettségéről van szó, tehát a kutyáknál lehet mindent, embernél nem adunk semmit gyakorlatilag. Nekem ez, ami nem tetszik, hogy egy kutya többre veszünk, mint egy ember, és nehogy azt higgyük, hogy ha most kérünk érte havi szinten jelképes összeget, 10-20 ezer forintot, tehát nem 100 ezerekre gondoltam, ilyen 10-20 ezer forintra, és hogyha ott van 30 kutyás, eloszlik 300 forint. Szerintem ott, ahol egy kutya ma már 600 ezer forintba kerül egy fajtiszta kutya, ott már havi 300-400 forintokról már ne kelljen már kétségbe esünk, hogy jaj, szegény kutyások. Én csak fizikailag ez a bérleti díj, ez átrakódna a településre. Tehát igazából ezzel, hogy ingyen adjuk, ezzel a települést segítjük azokat a lakosok, hogy oda viszik a kutyát. Mert ő egyetekben tovább számlázná a bérletét. Nem csak a kutyára, a tulajdonságban. Tehát a ott ugyanúgy tovább számlázunk. Igen, de pont ez a lényeg, hogy maga a pénz a település lakosait segíti. De a többenél is segíti, ott meg nem segítjük. Én úgy gondolom, olyan szempontból segítünk, hogy nem piaci alapú bérletdíjak vannak se a Tóra teremnél, szerintem meg se az ilyen TRX-es meg egyéb dolgoknál. Szerintem költségfedezetet nyújtó pénzeket kérnek érte. Valamilyen szinten a támogatást megjelenik az árnak a színvonal vagy a mértékében. Egyébként még a talajcseré az annyit, hogy ugye egyébként is oltott meg félrekeltetett kutyák lehetnek csak háztartásokban, de biztos vagyok benne, hogy kutyaiskolában aztán meg biztos, hogy a papíroknak rendbe kell lenni. Ha ugye nincs félregyűlés egy kutyának, akkor önmagában a trágya az egy-két év alatt lebomlik. Tehát én szerintem biztos, hogy nem kell. De nem hagyják ott a trágyát. Meg hát valószínűleg valamilyen szinten összeszedik, tehát én pont ezeket a aggályokkal vagy aggályoktól annyira nem félek. Hát csak azért fontos elmondani, mert ne induljon ezzel karcsi ezzel kapcsolatban, megint csak ilyen Facebook bejegyzés, meg egyebek, meg rémhír. Tehát azért a kutya trágya, az tud veszélyes lenni, de egy kezelt kutya, és azért azt gondolom, akiket oda hordanak, azért az jobb családokból származó idézőjelben kutyák. Én azt gondolom, hogy ilyen jellegű közegészségügyi problematikája nem lehet, bár ezzel kapcsolatban talán te tudsz a legtöbbet. Hát hány kutyát sétáltatnak járdán, közterületen, mert stb. Helyen, ott kicseréli, aki a... De nem játszótérre. Tessék? Játszótérre sehol nem lehet be kutya. Funkcióját tekintve ugye nem az. Ja, a csodna készült. Annak készült, ahol mikor. Igen. De az a helyzet, hogy ember kapcsolatban annak a talajával úgyis ő valamit csinál olyan szempontból, hogy a, mondjuk, csak úgy mondom, le van szántva például, az ugyanannyit ér, mint a talajcserész ebben az esetben, mert nincs itt veszélyes anyag, mert a trágya egyelőre még nem veszélyes anyag. A veszélyes anyagnál kell talajcserét csinálni. Jó, de most már mindenről beszélünk, csak arról nem, hogy akkor... Tehát, nem, tehát az egy tévedés, hogy itt a kutya előbbre van helyezve, mint az ember, mert itt az ember, aki kutyát tart, az van előbbre helyezve, az más kérdés, hogy nem egyedül van, hanem van egy kutyája is. De amúgy pontosan ez a lényege neki, hogy
az egészen más, hogy egy olyan terület, amit nem használtunk semmire, csak a gaz volt benne, az most valamire legalább használva van, mint az a műfházterem, vagy teljesen mindegy, hogy melyik, az a mi a helyzet. Tehát amúgy, ha még ott van például a sportház, azért adnak bérleti díjat, de úgy, hogy mi megadunk a fene tudja mennyit, tehát 22 millió támogatást, vagy 21 egész valamennyit. De a sport az is egy lényeges dolog, de ez is egy lényeges dolog szerintem. Most, hogyha 20 ezer forint, 12 hónapra 240 ezer forint. Jó, szerintem mindenki elmondta, remélem a véleményét. Akkor szerintem én felolvasom a határozati javaslatot, azt utána szavazom. Ács Város Önkormányzat képviselő testülete elhatározza, hogy Kruslic Anita egyéni vállalkozó részére az Ács belterület 1006/30 helyrajzi számú és Ács belterület 1006/31 helyrajzi számú terület térítésmentesen biztosítja a kutyaiskola működtetése céljából. Felhatalmazza a képviselő testület a polgármestert a határozatlan idejű 2021. november 1 napjától kezdődő szerződés aláírására, mely szerződés tervezett jelen határozat mellékletét képezi, amennyiben a felek a kutyaiskola helyszíncseréje tesznek javaslatot, úgy a polgármester jogosult ebben megállapodni a vállalkozóval a szerződés egyéb rendelkezéseinek változatlan feltételeket való fenntartása mellett. Kérdezem, hogy aki ebből egyetért, ezt kérem készfeltartásra szavazzon. Azt mondja, hogy 4. Igen, és akkor ki tartózkodott? 3 tartózkodás, akkor 4 igennel, az akkor meg elfogadtuk a kutyaiskolát. Akkor már csak az ingatlan ügy van hátra, ez pedig szintén az ügyrendi bizottság tárgyalta. Légy szíves, akkor ezt. Horváth testvérpár tulajdonában van 2 ingatlan, beépítetlen területi művelési ágú ingatlan, a helyrajzi szám helyett többet mond, hogy a hulladék udvart körülölelő 2 darab ingatlan, amelyre beépítési kötelezettség volt, nem teljesítették, és ezért a önkormányzatunk javára elidegentési tilalom terheli ezt az ingatlant. Azzal a kéréssel fordultak az önkormányzathoz, hogy ezt a jogot töröljük, mivel értékesíteni kívánják mindketten ezt a 2 ingatlant. Ezt az ügyrendi bizottság ebben akadályt nem látott, és elfogadásra javasolja. Köszönöm. Azt hiszem, hogy nagyon sok megbeszélni való nincs rajta, de valakinek valami hozzászólása. Jó, akkor én olvasom. Hát annyit, hogy megbeszéltük, hogy esetleg az ára körbenézzük, hogy kell az önkormányzatnak később, vagy nem. Az ártól Anita, függően. Ja, az Anita a Henriettet, a városépítészünket már megkérdezte. Lehet rá építeni. Nincs probléma. Lakó övezetben van, és nincsen úgy hívják védőtávolság. 35%-os beépítettséggel, 6 méteres építési magassággal, a hész szerint 2 darab lakórendeltetési egység, valamint 2 darab egyéb rendeltetési egység létesíthető egy telken. Tehát mind a kettőnek? Hosszában az utcával, arra is? Keresztbe megosztható 600 négyzetméter teljesül, azért mondta, hogy a 2 lakóegységet. Két lakóegységet. A nagysága megengedi. A nagysága miatt. Tehát a rendezési terv szerint, meg a hész szerint. Építési terveket. Tehát ennyit tudunk. Jó, csak erről beszélgetünk. Igen, így van, azért mondom, hogy ezt meg. Így van, és ezt megkérdezzük. Akkor olvasnám a határozati javaslatot. Ács Város Önkormányzatának képviselő testülete feltétlen és visszavonhatatlan jelleggel hozzájárul az Ács belterület 2024/6 helyrajzi szám alatti kivett beépítetlen terület megnevezési
Horváth Andrea, 2941 Ács Dankó Pista utca 5 szám alatti lakos tulajdonát képező, és az Ács belterület 2024/7 helyrezi szám alatti kivett beépítetlen terület megnevezésű Horváth József 2941 Ács Batyán utca 2 szám alatti lakos tulajdonát képező ingatlanokon fennálló Ácsvárs önkormányzata jogosultat megillető beépítési kötelezés teljesítéséig terhelő elidegenítési tilalom jogának ingatlan nyilvántartásból történő törléséhez. Aki ebben a határozati javaslattal egyetért, az kérem készletartásra szavazzon. Köszönöm szépen, hogy igényel elfogadtuk, és akkor alapjáról még már csak az átülés maradt.